Előtted el. Nem tudom, hogy... De mondjuk lehet, hogy nem zavar, mert amúgy is ilyen nagy... a boiler tartalék karomba. Úgy streamelek, úgyhogy... Lehet, hogy... hogy labort. Úgyhogy lehet, hogy úgy lesz megoldva, azt nem tudom. Mindegy. Készültünk. Készültünk. Ez pacekabb lesz, mint legutóbb. Ezt leállítom. És akkor... Rotyogjunk neki. Várjál, hoppá, mégse. Ó, elnézést! Kezdődik. Ó, hát megint így kezdődik a nap. Milyen érdekes. Milyen nagyon izgalmas. Mi van, anyu, félre ment? Mit történt? Jaj, Istenem, így fölkárítál. Voltam leszigizni annyit, az Isten faszát nem. Így főkerni. Jaj. Ha még angol is elmönt. Teljesen kivagyok száradva, mint a sivat. Valami itt nem jó van ezzel ebben a tropasarkóban. Itt szerintem porosít valami, benyertem valami szart. Így főkerni. Hogy valami kémiai anyagokat szólsz a párnámra, amitől csak én kőgök, akkor kívom nem a lehetőséget. Múltkor itt nézegettem pont a padlásot, aztán fekete penészeket láttam. Micsoda? Fekete penészeket. Nem tudom, lehet beázik a tetőn, majd meg kell nézni. Lehet aztán itt elkezdett rohadni a tető. Na bőzd meg! Ez nem, nem jó! Meg kell nézni. Ja, én nekem meg olyan száraz a szám, kiszáradtam teljesen, menni, le kell menni a konyhába valami vizet innom, mert vattát köpök már. Jaj, igen, lehet, igen, nekem is kellene valami, én is vele. Tegnap nem is fürödtem. Kellett volna, na mindegy. Te ruhás szekrénybe a töltöző. Mindig ez történik, mikor... Na.
Légy szíves. Köszönöm. Na most akkor te jössz a izébe? Ja, de gyorsan felöltöztél. Kérsz izét? Kérsz izét a... Hogy hívjákból? Vizet a fürdőszobába? Aha, ilyet. Kéne valamit innom, mert nagyon piszáradt. Töltök meg a szanat? Ez meg micsoda. Várjál, men. Mert valami van itt. De szép nap volt, szép nap volt. Szép nap volt, ahogy hívjál? Hogy tudtál bejönni a lakásba? Ki vagy te és mit akarsz? A magorhoz jöttem, a magorhoz. A magorhoz? Mint a magor. Lehet, hogy még alszik. Itt vagyok a lakásba, itt vagyok a lakásba. Tényleg a gyereket föl kell kelteni, várjál már. Itt van valami öreg asszony, meg valami öreg papa, kikezdek. Várjál, mert gyereket föl kell költeni. Hogy te ki vagy, de muszáj innom egy kocsot, mert kiszáradt a bögyöt. Hol van a kopogás? Hol van? Itt van. Gyerünk már. Tudom, hogy képes vagy rá. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, Barnikám! Na, szép napot! Barnikám! Majd bejövök! Hol vagy? Jó reggelt, Nagyi! Te mi vagy az ágy alatt? Barnikám! Hogy vagyok az ágyon? Nagyi! Barnikám! Nagyi! Szervusz, drágám! Hát mi a helyzet? Minden rendben van, Nagyi, veled. Animációs menü. Várják, közös animálgoztott animációk. Hol mi van egy ölben cipel? Nem, hol van egy ölelés az unokának? Várjál már egy kicsit! Itt van. Ne, hát ennyire. Ó, de hiányott, olyan jó, hogy te már megjöttél bonhásról. Azt a testvéred hun van még? Hát még ott igen, van. Még nem tudom, mikor jön. Ja, hogy még ott van? Ott maradt bonháson az étike? Még ott volt. Igen, igen. Még nem akart az agy jönni, de miért? Még nem akart, nem tudom. Tehát a magar azt mondta, mindjárt jön, csak izé, el kellett vinni a tegény palóba. Te bejön a gyerek szobájába is. Mondta már, te ki a faszom vagy, te mutatkozzál be, ki ilyen? Gulyás Frigyes vagyok. Kicsoda vagy? Ájjjjjjj, várjál, mert a gyájok ide, mert nem látlak. Várjál, micsoda? Akkor vedd el a szemüvegyedet, meg vedd le a sapkádat, de azonnal. Jó. De mostan, de még szépen mondom. Aha. Megnőtt egy kicsit a hajam, csak nem tudtam még levágatni, az az igazság. Ez mióta van neked tett a fotón, amit küldtél, én nem így nézték ki. Hát nem csoda, nem is mörtölek meg. Tehát a tetoválás az maga akkor a Mártinak a testvére? Csak kérdezem. Anyukádnak? Mártinak? Igen. Hát unokatestvére vagyok, igen. Tehát ő az anyám, igen, aki a Bolondokházában van. Akkor rokonok vagyunk. Hát azért vagy Gulyás, mert én tudorom a nevére vett égedet, mert a Márti nem tudta ki az apád. Ja, értem. Igen. Taha. Hát ez igen, szomorú. Az... Viszont látszik rokonok vagyunk, gyere mutatok valamit a szekrényen. Itt van ez a tesőd. Itt van ez a tesőd. Figyeljék. Tehát mit... Figyeld, most Úristen, meg... Úristen, nézd meg! Ugyanabból a turkálóból öltöztünk most. Most nézd, nézi arra te tehát is. Tehát ezt mondd meg. Látod, milyen szépek vagyunk, mert azt nézed. Látod, tehát látod? Tényleg a rokonunk, most már ne hiszem neki. Te most figyelj már, nagyjuk, megszösszegemet. Esküszöm, hogy nem beszéltünk össze. Ja. Ő magától ilyen kretén. Úristen, mi az Isten persze töltődik meg? De jó, visszaöltözök a ruhába. Ne ez izgál meg. Barnikám, nézz ennek oda. Suli, hogy megy? Vagy most szünet van, vagy hogy van mostan? Hát most szünet van. Hajnapig jó van szünet. Jó nézel ki, kökke. Elég is. Te tudtad, hogy hazajön a fiad? Mert én most izétem, most láttam meg, hogy itt van. Hazahoztad este, vagy mi történt? Hát szerintem az anyja hozta, de hát nekem se szólt róla. Igen, már direkt van ilyen nyomott fej a gyerek. De hát már megint nincs itt, ugyebár. Tényleg anyád hol van, Barnikám? Tudod, hol van anyád? Hát nem tudom, hogy hol van, ez se az ott azóta nem tudom, hogy hol van. Ó, Barnikám. Tényleg.
Jaj, reggeli, nem akarsz reggeli, drága kis unokám, gyere, adok neked enni. Szevasz, Frigyes! Menjetek, egyetek, majd mindjárt megyek én. Meg a Frigyes is meg tudod etni, mert a Frigyes is a rég látott rokonunk. Gyere, drága Frigyesem, gyere szépen, gyere! Úristen maga, jó, jövök, jövök. Uncsi, uncsi, uncsi unoka. Igazán. Figyelj már, anyjuk, azt mondta a Frigyes, hogy nyomott feje van a... az unokádnak. Hát de most miért? Mi baja van ennek? Nem tudom, lehet föl kéne pofoznod, vagy nem tudom, de... Szerintem csak éhes, igen? Nem kell foglalkozni a Frigyese, nehogy meséltél, hogy ére. Nem szándékosan mondta, hogy nyomod fejedbe. Aha. Aha. Na van mit enni, édesanyja? Aha. Aha. De valaki elmagyarázná, hogy miért csak kettő narancslé van már, és miért nincsen egyáltalán a hűtőben már előre csomagolt szendvics? Ege, gyere csak ide! Azt mondta magor, hogy vehetek egy szendvicset. Hozzak, mit adjak a gyereknek, Edi, bőzd meg! Szerintem a tegette meg az összes. Nézd rá, bélpoklós, ide látszik. Nem hiszem el. Adok neki 5 kenyeret, meg... Az a kaja mennyiség, ami volt a fél szememre se elé. Adok neki energiait, és mindent adok neki, legyen nála minden. Vele szemben. Jó, hát én akkor kipakoltam a hűtetőt, mindent odaadom a gyereknek, majd ti nem eztek, ennyi. Szóval Jézus, sajnálom, beszartam. Az igen, pereg a cset gyerekek, hát... Na már is adom néked a reggelit. Nagyon becsüljed meg, mert úgy látszik, hogy valaki felzabálta az egész kajánkat! Na, adom neked. Nem vagyunk még annyian. Nem vagyunk, ez is igaz. 5. Hátad. Figyelj már, édesanyám! Várjál már egy kicsit, mert most már tényleg, de most már valami nekem gyanús az ő kapcsolatban. Hát, mondom, azt mondtam magamra, hogy vehetek egy szendvicset. Aztán vettem, adott egyet. Hello. Igen, ost. Na mondjad, hogy mi van? Na igen, Magor, akkor mondjad, hogy mit szeretnél. Tehát voltam bevásárolni, amennyi pénzem volt, azon vettem kaját. Igen? Hello. Nem sokat, de jön, mivel, hogyha már tege megette az össz... Na figyelj, mert tényleg tege, hoztam neked a cigi. Ja, köszönöm. Gyere, itt van. De miért így? Figyelj már, kölke! Ne az asztalon, ne az asztalon! Köszi, tessem. Nincs még. Saját készítésű. Te hogy gondolod, hogy felállsz az asztalra? Ott teszünk. Kicsit megyek, egyet rá. Nem, le egy kicsit tege inkább, mert valamit akar mondani a Magor, úgy érzem. Meg a Frigyesről szeretnék nektek beszélni egy kicsit, akik nem voltak. Szia, Obul! Ah, igen. Csumisztak, én vagyok a Frigyes. Te van, kettőd, mondjad. De én vagyok a Frigyes, Martinak a az unokája, a fia, tényleg. Sanyi éves vagy? Te 17 vagyok. Te minek? Miért kérded? Te miért? Te már 2005-ben születtem. És miért? Te nem tudom, mert akkor tört ki az anyám a lyukából. Aha. Úristen, akkor rozott a gólya, akarod mondani, ugye? A régen nem így beszéltél, Frigyes. Én utoljára akkor láttalak ilyen 6-7 évvel ezelőtt, kb. Annyi idős lehettél, mint a Barnik. Akkor olyan aranyos jó gyerek voltál. Tehát igen, a Dudás Tibi a nevére vett, és hát... Kicsoda az a Dudás Zibi, vagy micsoda? Tibi, hát Dudás, a legnagyobb rapper a városba. A legnagyobb rapper a városba, és a nevére vett, mert tehát a gyám, be akart baszni egy otthonba. Aztán igen. Mikor egy csúnya hoddogos sapkát? Hogy tessé? Tehát igen. De most várjál, mert most ezt én nem nagyon értem. Ez tehát akkor volt, mikor küldted a képeslapot? Vagy ez mikor volt? Mert egy jó fél évvel ezelőtt küldtél egy képeslapot, akkor még nem volt rajta tetoválás, normálisan néztél ki, és szépen beszéltél. Mi történt veled? Te mondom, a Dudás Tibi, tehát börtönbe került, és hát igazából tehát ezt a tetoválást meg már nem vett, tehát ez már
Hát ez már akkor készült, amikor te nevére vetted te. De mire vetted te? Mi? Ta-t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 a-
karomat. De most itt vagyok, itt vagyok. Igazából, igen? Igazából, tehát én is gulyás vagyok, csak a személyben dudás van. Ennyi a különbség. Tehát te is gulyás vagy, csak a személyiden dudás van? Tehát igen. És na, most meg dán... kitagadta a családot, megtagadta a család nevünket. Te mondom, csak azért kellett, mert a rendőrség be akart baszni egy otthonba. Figyelj te már, mondom. Figyelj, válaszolj már külöknek. Te miért, mit kérdeztél? Vannak is dudáid? De nincsenek dudáim. De miért? Tehát ez a gyerek jó sokat kérdez magor. Hát de miért? Ezt is az anyjától örököltem, hogy miért. De miért? Ez családi vonát. Ja. Mi sokat kérdezünk. Na jó, hát akkor... Figyelj, én akármi is történt, én nagyon örülök, hogy ide kerültél a családi körbe vissza. Szóltok kaját, hogyha már nem az Isten áldjon meg, pa. Igen. Viszont azért szeretném volna azt megbeszéljük, hogy miért nincsen kaja a hűtőbe. Tehát hozok szívesen kaját. Hát az nagyon jó lenne, mert képzeld már, egy csomó dolgoztam, most semmi kaják nincs. Most mi a fasz? Jó van, sietek. De hogyan szólítottak egyébként? Engem nyugodt a Zoricsá Nagyinak. Jó, Nagyi. Gyere, megmutatom a kocsimát. Uncsi, nagyanyád vagyok. Szegről, végről, apád faszáról. Magor. Mondjad, figyelem. Létszik, akkor meg gyere, hogy miért is kaja a hűtőbe, mert már kezdek ideges lenni most már tényleg. Na, tehát az a helyzet, hogy bejártam a környéket az elmúlt egy-két napban. Találtam pár barátot is, hát elmentünk bulizni egyet. Én voltam hogy a kajamú fia fejlődők. Hogy mit csinálta? Hát most melyikre kérdezel rá? Hogy, hát ő, várjál. Tehát, hogy a... Húha. Tehát ő buliba voltál. A környéket. A jártad a környéket, te mentél a városba? Szereztem, persze, szereztem barátok. Te tegével együtt, barátokat? Ugye bár... Tege, te erről mit tudsz, és miért nem mondasz semmit? Mondjad, mi van? Hát mert ő elmondja helyettem. Ja, hogy ő elmondja helyetted? Megúszol te mindent is, igaz? Hát, messze. Mondjad csak magad. Tehát, hogy hol kezdjem? Az elejétől, meg az igazat akarom hallani, hogy miért nincsen kaja a hűtőbe, mikor... Most az előbb mondtam el. Éjszaka, hogy tele volt. De akkor se érte, meghívtad a haverjaidat ide hozzánk? Vagy mi történt? Meghívtam, persze, de most csak az egyik... Osztra váltottál mindenkit a szegény házba? Vagy mi a fasz van? Hát nem szegény. Mert az a helyzet, hogy kerestem megint pénzt. Igen, és? És? Hát nem értem, mire kérdezel rá, mi az, hogy és? És? És hogy lesz kaja a hűtőbe? Megfogjuk magunkat, és szépen elmegyünk kaját. Most tényleg? Tehát elbaszod a pénzt, elveszed a kajákat, és most azt mondod, hogy most megint el kell bennem dolgozni, mikor ma szerettem volna leülni, most nézni a sorozatomat, vagy nem valami. Kell elmenni dolgozni, már de arra is készültem. Nem érted! Az Isten! Na tehát, nem kiabálok, nyugi. Tehát... Igen? Hoztam tejet rengeteget. Erre is kitértem volna, hogy szereztem egy barátot, aki a Yellow Jackben dolgoz. Igen. És ők szívesen átvesznek most 1000 liter tejet. Aha. És van 1000 liter tejük? Gondolom. Gondolod? Megnézem a kedvedért, jó? Nézd, megbassz meg, jó? Ha már az én házamban lakol, akkor nézd meg, jó? Hát értetlen. Tudod, mondjál már valamit, mert... Segre ülök most már én is. Mert? Levegőt akarok a hűtőbe van nyolc. A hűtőbe van nyolc tár. Megnézem a kocsit is. Most rendesen még ő van megsértett, mert mindjárt adjon baszom. Én csak akkor most figyeljétek, mert nem tudom mit tenni. Én nem tudom már.
Egy teljes vagy gyereket? Ha? Tessék? Éhes vagy? Én nem, én már ettem. Én jól laktam. Na, akkor jövök. Az a lényeg, hogy te egyél, többi nem számít, ugye? Te még fejlődésben, fejlődésben vagy a szervezetet. Hát azért süt gyerekem, mert hát a világos legyen azért. És miért pont sárga? Azért, mert nagyon meleg. Olyan, mint apád. És miért meleg? Hát nem olyan, mint apád. Szerintem most megdöbbent ezért. Hova lett a gyerek? A teherautóban is van 200. Nagyon helyes. Nagyon helyes. Nagyon helyes. És akkor most kitérnék a második részére a dolognak. Igen. Ugye azt az 1000 liter tejet át fogják venni 10 euróért per liter. Igen. A befolyt összegből szeretnék eltenni 7000 forintot, ugyanis gépjárműre gyűjtök. Ami most mielőtt kiakadsz, hasznára lesz a család. Nagyi fogóskázunk. Várjál, ment benni kem? Eljel menni egy kicsit arrébb, mert apáda beszéli valóban. Te, üljél le! Ez az anyjuk. Te legyél agresszív, apám! Adjál neki. Persze, te legyél ellene. Igen, azért vagyok ellened, mert nem támogatod a szüleidet. Tényleg igazad van, most adtam el majdnem 10 000. Gyere ide, de kurva gyorsan. Kaja nincs itthon, de autó lesz az a lény. Gyere ide, nem menjél, ne szaladj. Na jó van, dobd fel a kezed, asszony, öreg asszony, dobd fel. Gyere ide. Gyere szépen. Úgy van, megint nem lett. Úgy van, igen. Igen. Ez járna, ködbeszom a fejedet. A pénzt eltöltöd, mert nyilván megdolgoztál érte. De amíg a hűtőbe nincs elég étel a családnak, addig senki semmit se. Előbb azt pótoljad az ételt. De nem utogassál rá! Az ételt a hűtőből! Nem rád mutogatok, te ebbed meg, hanem az izére. De ne rád mutogassál most! A hűtő... Az a gyerek! A hűtőre mutogatok, ott jó? Ott a hűtő, nem itt a hűtő. Veszel kaját, és rád mutogatok most. Rád mutogatok, de mindjárt az orrodban nyomom az ujjamat. Az orrodba fogom nyúlni az ujjamat. Mondd meg neki, Nagyi. Jó, persze legyél ellenem, te is beszélj. Ezért kellett főne venni. Hát, hihetetlen, nézd meg, fiam, szádban elvötte az ételt az apát. Hát ilyen felelőtlen senki házít. Akkor mondom a harmadik részét a témának. Hú, bazd meg, és még nincs vége, hát ezt nem hiszem el, bazd meg. Mondjad. Várd meg, amíg elmondom, és utána akadj ki, hogyha akarsz. Igen. Én már kiakadtam. Te ne akadjál, nincs tanulnivaló, figyelj már. Nincsen, szünet van. De jó megy a picsának, bezzeg az én időmben. Éjjel-nappal tanulni. Persze, meg gondolom, 500 sivatagon meg jeges esőn kellett átmenned az iskolába, igaz? Hát és még akkor is csak fél úton voltam. Persze. Tehát, tettem a családi kasszánkba 5000 euró. A család, igen? 5000 euró. Na és? Mennyit? 5000 euró. Plusz még most fogok 3000-et, és tudunk venni kaját. Jó, és mivel... rendben. És akkor kaphatok Tesco-s kiflit. Annál sokkal jobbat kap. Tesco-s kiflit? Az micsoda? Hát finom. Tesco-s kifli, tudod. Kifli? Igen. Ilyet, az ezt akarsz, akkor mindent megkapod. Akart még valamit, azt is megkapod. Majd mondjad apádnak, mert sok pénze van. Mit szeretnél még? Mike rémet bele. Adok én neked egy olyan Mike rémet, te kölök. Na de ő Mike rémet... Kapsz fickós szendvicset. Mi bajod van a Mike rémben? Ez egyáltalán nem drága. Hagyj egy Mike rémet, azt akar, a tönj a pofiába. Ne egyen ilyen szennyétel. Azok neki fasz a szennyál. Ja Istenem, nagyon van elegebb belőletek.
Ne legyen elég, álljál meg, meg álljál. Igen, van még valami? Emlékszel, amikor voltunk abban a motoros bárban? Halló? Igen, emlékszem. Halló. Várj egy kicsit, figyes, kérlek. Ó, de jó. Tehát, kinek adhatom? Nem nekem, most dühös vagyok. Felvettem a dühös pózomat, megy innen. Igen? Akkor itt van 20 hot dog, meg 20 narancslé, tessék. Mi öfben? Te kurva, oda nézd. Azért a reggel ide. Te is okos vagy nagyon. Lerakom az asztalra, jó? Tehát ez volt a legolcsóbb, úgyhogy ezt szoktam felhasználni nektek. Miért van ilyen csúnya hot dogos sapkád? Jézusom, de megijedtem. Úristen. Jaj, megjött Tiluska is, hum voltál. Egész éjszakára kimaradtál, Barni azt mondta, hazahoztad őtet. Ugye hazahoztad bolhásul, mert megérkezett éjszaka. Azt én este 10-kor fogtad, azt elmöntöd a súlyba. Dég, dég, dég! Bocsánat. Hova, most már kodom föl kezem. Elmondod még egyszer, mert bedugult a fülem. Valami férfi nevet mondott. Ja, igen, mondom. Barni Kemike, mondjad neki te, hogy mi történt az este, mert nekünk mondtad te, hogy mi történt. Már akadod, hogy többen, mert ez ilyen gyorsan romló. Ja, persze, igazad. De valami útközben valami férfi névről beszélt. Mi? Na jó, tudod, mit inkább elmondom én. Férfi névről beszélt. Férfi névről beszélt az Iluska? Igen. Ezt a Magornak nem mondja, ha én együtt, tehát rájuk tartozik. De ő az anyád. Szia, Iluska. Igen, a furcsa rángatózó nő, tudod, hogy az anyád. Ugye nincs emlékezet kiesésed Barnikám, ugye? Tessék? Ő az anyád? Tudom, hogy most furán néz ki, hát sokáig el voltál, aztán nem tudom, mit csinált magával, de ő az anyád. Hát nem is köszönsz anyádnak. Nem vidd annyira túlzásba. Szerintem nem vidd annyira túlzásba. Sminkelés, Tanyi. Jöhet a saját fiad, mondja, ez már kömény. Figyeljen, Iluskám, az a lényeg, a fiú azt mondta, hogy ezt őtet hazahoztad bulásról kocsival, és utána elmentél valamerre, de is nem jöttél haza, úgyhogy magor ideges, úgyhogy nem tudom, hogy mi történt, de magyarázod ki magadat szerintem. Nem történt semmi, mondom. Csak elmentem csavarogni, egyet eltévedtem, aztán hát ez történt. Akkor ezt mondjuk el a Magornak is. Magor! Magor, gyere ide! Mondjuk állandóan üvölt. Fogd meg be a pofádat, te! Ront, neked akarok most jót, azt szeretném, ha Iluskával kibékülnél. Mert most már itt a gyereketek is nem szeretnétek, nem szeretném állandóan veszekednétek, mint tegnap. Aha. És ez szerintem teljesen érthető, mert azt szeretném, hogyha mi egy boldog család lennénk, nem pedig azt, hogy össze-vissza veszekednétek egymással. Azt mondta Iluska egyébként, hogy csak kimaradt a éjszaka egy kicsit. Ennyi. Hát akkor fogja meg magát, és kérjen bocsánat. Én addig nem reagálok semmit, szarok rá. Itt hogy miért kérjek bocsánatot? Azért, mert magor itt izé járkált éjszaka, meg kakaót ivott, meg itt járkált a nyuszis papucsába, téged várt, érted, ideges volt, én sem bírtam tőle aludni, meg apát sem, mert őt járkált éjszaka, mint valami bolond szellem, az meg a kakaójával, téged ott várt. Hol aludtál? Kezdjük ott. Nem aludtam. Miért nem? Már fáradt vagyok, szóval... Miért nem aludtál? Hát már eltévedtem, próbáltam hazatalálni. Aha. És akkor miért nem koszos a ruhád? Nem értem. Hát már nem fetregtem a fődöt. Gyalogoltam egész idáig. Honnan? Hát eltévedtem, voltam. Ez volt. Hol? Nem, mi van, gyerekek? Erre. Összeveltétek már egyben? Baj van. Tehát eltévedtél az erdőbe, és nem vagy koszos. Hát de barangoltál és kerested át, mert az erdő az mocskos. Hát de nem feszlek a földön, akkor nem a cipőt koszos. Sem sár. Hát ez voltál valami, valahol? No. És ott lefűröttél? Legalább? Mi van, hogyha az erdő szélén jöttem? Na jó, akkor mi van? Hát azt nem nézem ki belőled, hogy az erdő szélén jöttél volna. Halljátok a tudod, drága szerelme, frigyestek tízében a kezire, meg lehet, hogy enyves kezű, mert már nem tudom, hogy kicsoda ez, érted? Hogy lenne már enyves kezű? Hát most hozott egy csomó kaját. Tényleg hozott egy csomó kaját? Aha, igen. Jó, van, akkor megbocsájtok neked, akkor megbocsájtok neked maga, hogy ügyhet el az autódra.
Anyu, figyelj, én kiálltam a furgonnal. Igen. Gyerekünkkel, a gyerek már bepakoltunk 200 liter tejet, és igen, akkor mi lenne, először elvinnénk eladni, aztán mennénk utána elpresszerni. Nekem nagyon jól hangzik, nagyon jól hangzik. Na jó, hát akkor szedd össze a pulyákat, aztán akkor menjünk az abutóban, már kiálltam ide az istálló elé. Figyeljetek, már mennyi volt az a lakás? Figyelj, én semmi közül így se hozzá, bazd meg. Na jó, Niluska, azért megvárom elhagytam, majd a bocsánat kérésed. Elhagytam a telefonomat, adj már meg a számot. Azért körbenézhetek? Hát körbenézhetek, még nem tettük ki a családi fotókat, majd később fogjuk. Még igazából csak egy hete vagyunk itt, még nagyon nem fedeztük föl még a szobákut se. Da, tertelek. Itt kialszik. Hát ott az a én helyem meg a drágaságom, mert Tódorkáé, igen. És ez? Ez a Barnikáé. Unokánké. Igen? Miért? Hát itt lófasz sincs. Hát de... most te vagy ott. Te vagy a lófasz. Hát hihetetlen. Majd berendezkedünk még, nem rendezkedünk. Ott a Magor meg az Iruska. Általában. És akkor a tege hol alszik? De inkább külön. Miért? De szép? Hát már... akkor a tege hol alszik? A tege bácsi? Az lenne a nagyobb közöttbe. Itt a bárban... A közösbe a Nagyibával, a... Már egy kicsit... Igen? Mondjad. Miért nincsen tévénk? Hát, mert nincs rá pénzünk, az összes osztálytársom, annak van. Hát igen, az összes osztálytársad modern, de nekünk nincsen tévénk. Sajnálom, kérdezd meg a párat. Tudod mit? Kérdezd meg a párat. Oké. Na? Hát általában ott alszik a tege, ott van a huba. Hát tele van képekkel, itt Nándi a kukin kialszik. Még mindig a Boráséknál van. Nándi fiam. Halló. Szevasz, csumés. Akkor figyelj, én neked adok lakáskulcsot, jó? Te nem kell. Nem szeretnék? Van elég lakáskulcsom, az az igazság. Tehát nem akarsz lakáskulcsot, akkor nem adok volt meg. Ennyi, csak gondoltam, hogy egy helyet végre törültessünk veled, mert elvesztél, de akkor nem vagy magányos. Tehát annyira nem vagyok magányos. Ne adjak kulcsot neked, akkor jó van, te tudod. Tehát majd jövök, hogyha kellek, ennyi. Jössz, hogyha kellett, hát itt családi dolgok vannak, ne bizé. Érted? Tehát igen, de nekem is annyi dolgom van, hogy pörögnek a bíziszek, meg minden. Hát jó van, hát akkor a pörögnek a bizniszek. Én ezt nem tudom egyszerűen feldolgozni ezt a dolgot. Tehát a Magor érti. Tegnap adott el nagyon sok tejet. Igazi üzletemben. De fel is vehetném magamnak. Tejmafiózó vagyok, oké? Tejmafiózó. Na jó van, menjünk srácok, gyertek szépen, gyerünk kis család. De, jó van, én húzok. Gulyásék előre! Mondjad. Előtte gyere már velem, mutatok valamit. Ja Istenem, már előre félek. 673-04-07. Hát meg ott a telefonja. Tényleg, Barnikám, neked van telefonod? Nekem van, Nagyi. Na, kitől kaptad? Jó van. Anya adta tegnap. Ja? Akkor figyelj, akkor figyelj már, hát akkor nem is elmosztott a telefonodom, nálad van. Na mindegy, nem baj, ne adj neki vissza, jobb ez így. Csak töröld ki az internet előzményeket és a képeket, ha telefonról tanítom, hogy jót tennéd. Mit akarok mondani? Az én telefonszámomat akkor megvan neked, vagy nincsen meg? Nekem szerintem nincs meg. Akkor lehet, hogy meg kéne adni, nem? Te figyelj már, kölyök, amúgy te jó tanuló vagy. Én nagyon jó tanuló vagyok. Tényleg? Igen. Te most hazudsz, vagy nem? Nem. Opa. Hát az igen. Te egészségedre. Add meg az a telefonszámodat. Jaj, már is. Erre megyünk. 9. Hova megyünk? Megmutatom anyámnak. Igen? 8. Ege? 2. Csumízd a Ege? Kötője. Majd késő duma. 6. Vigyázz magadra. Ege? Majd kereslek, Pamrika. Ege? 5. Anyós. Ege? Adja már meg a számát. Pillanat. A te is kicsi fiam, hogy látom neked is. Hallom, mondjál. Hát te adtad tegnap este.
Ja, hülye. Így jó lesz. Tökéletes, nagyon penge vagy. Na mi van anyám, nem megy? Na mi a helyzet? Megy a suli kölyök? Megy, megy. Ötös minden. Mondjad a telefonszámodat, Ilüskem. Na jó van, akkor ez majd később. Várjon egy pillanatot. Merre legyünk? Gondolom, figyeljen. 3, 0, 3, kötőjel, 2, 2, 5, 5. Oké. Most hívlak téged. Na, te vagy az? Igen, én vagyok. Ne! De jaj, várjál már, Barnikám, a fölhívlak téged is. Hívlak? Ja, csörög is. Jó, jó. Na, jó, jó, látod, megvan a telefontában. Kicsi fiam, lakább is fogom. Jaj, megyünk felszállat, megyünk dolgozni, gyertek, hajnap. Jaj, bocsánat, bocsánat, nem direkt volt, kicsúszott a telefon a kezemből. Valami nagyon nagy baj van nálad, Iluskám. Jézusom, ne! Ó, jaj, Istenem. Jaj, 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 jaj. Gyerte gyorsan, elájult a gyerek. Aló, Isten, mi ez itt? Jaj, 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 jaj. Kisfiam, jó vagy? Hát pedig akkor látottál neki, hogy még én is éreztem a szelét. Hát mit csinálsz te? Jól van? Jó vagy kisfiam? Jaj, ne! Bordikám! Gyertem már, fiam! Segítség, gyertek! Jó, mi magánál van? Mondom, keesett a telefon a kezemből. Kisfiam, jó vagy? Azt még rábaszol egyet? Nagyon fáj az orrom. Mi történt? Ó, lesz a bőd meg az Iluska, bőd meg úgy bebaszott neki egyet, hogy még én is megéreztem. Mi hát az Isten hódkóros faszát csináltatok? Kisfiam, jól vagy? Azonnal akkor legyen orvos! Normális van! Úristen, orvos! Persze, teppasd meg a fiadat, te hülye! Úristen! Hát tényleg nem látjuk ezt a gyerek. Nem ritt verekedés! Ajjaj. Menjétek már innen! Úristen! Család erőszer, takard el a szemed gyereket, takard el! Jó, mert azt hiszem ma uborka szezonban, uborka szezonban! Álljatok, álljatok már le! Szedjetek savanyú uborkát! Te istege! Kurva cáda! Úristen, nagyon ideges! Állj le! Lihely a szemüvegem! Leesett a szemüvegem, megint nem látom! Az indulatok! Hallod, magad, vigyázz magaddal! Mi történt itt? Kész végre, Tege hívjál mentőt azonnal! Hát én nem értem, hogy mi van itt. Hívjatok mentőt, erre nem látok, leütött a szemüvegemet. Családi erőszer. Azt hittem, hogy te vagy a magor. Ezt nem értem, hogy ezt most minek köllett. Basszom, itt a cigányoknál lennénk. Kurva komoly ez a család. Add már meg a számod. Elbaszott család, bazd meg. Tege. Ez már tényleg hív? Az a baj, hogy nem láttam a telefonomat. Álljatok le, most verekedtél össze a férjeddel, azt most azonnal mentőt kell hívni, meg vagytok sérülve. Nincsen izé. Meg vagytok sérülve. Meg vagytok sérülve. Nem üt nagyot a fiad. Kicsit üt. Na, elindulhatunk végre? Összeszedtél? Barnikám, te hogy vagy? Na? Arodika, először a kórházba menjünk szerintem. Mindjárt jövök. Igen? Keresek egy pótszemüveget. Kötessük be őket. Be. Figyelj már, család. Igen? Nem lenne jobb, hogyha a tegével elmennétek a kocsijába? Mert akkor mi addig legalább elintézzük a tejet, hogy haladjunk. Nincs haladás. De, muszáj haladni, mert be fogjuk szopni az időt. Mindjárt ránk esteledik. Jó, akkor... Megyek az urámmal, azt megbeszéljük ezt. Jó, ja, akkor nem kell orvos? Szerintem jó vagyunk, jó vagyok. Jó, hát nem, egyszerűen én ezt nem fogom fel, amit itt műveltek. Na mindegy, én megyek, akkor nem tudom hova, megyek.
Barnikám, vagy viszem, mert ti közvetélyesek vagytok. Vagy te, meg tudod, hol van az epe? Be tud nekem jelölni a GPS-el? Gyere, hátra is tudod ülni, Barnikám. Ide föl. Szedjétek már össze magatokat, most akkor mi lesz? Mentek a kórházba? Nem megyünk a kórházba. Tejet adjuk e felé. Így van, tejet adjuk el, gyertek. Átöltözök és jövök. Jó. Figyeljetek rám egy kicsit. Átöltözik. Érted? Hát tehát, rohamat figyeljünk már, figyeljünk már egy kicsit. Meg. Igen? Tehát normálisan, kérlek, jelenjünk meg normálisan, ne legyen cirkusz, semmi fasság. Normálisan? Igen. Mert úgy érzem, hogy jó kapcsolatot hoztam létre azzal a csávó. Jó, vagy csak még az is lehet, hogy a kaja meg akciós lesz. Na jó, szuper. Akkor kis család, mindenki elegánsba öltözzen át, akkor csinosba. Akkor én is átöltözök rá, tehát neki ilyen fontos. Na, felveszem a legszebb ruhámat. A legszebb ruhámat fölveszem! Nézzük csak. Jó, átöltöztem, nem hát az már azért nem azt mondom, hogy csinosba. Hát nem a csinosba, csinosba. Én nem öltözök csinosba, mert aztán meg eplet megyünk szedni, a csinos ruhámat. Egy csinos vagy, anyós. Hát csinos én direkt, vagy. Igen, azt mondta, fontos, nekem is az érted. Na hát azért a fiam én bármit megtözek. Hallod, a kondiba megyünk? Nem, elegánsan vagyunk mostan. Megyünk a intézni a dolgot, elegánsban vagyunk. De konditerembe kell menni, gyerekek. De nem öltözöl át, tege? Most nincs kimosva az ünneplő. Ja. Jó, akkor oda megyünk. De várjatok, mert gyors felhívom. De miért ide ülök? Nem ide szeretnék. Baby, de ezt vegyek, vagy mivel? Ide szeretnék hátraülni, itt kényelmesebb, de... Jó. Mindegy, jó hát, szóval, van itt is. Jó szóval az unokádnak, akkor ide beülő velém ide. Jó vagyok, gyere, itt is gyere, már előtted. Gyere, hozzám! Nagy Platón, vigyétek már kisgyereket! De jön a Platón, a Barnabás! Na nézd meg, ott perc áll az öreg mellé. Jó van a nagybácsia? Vigyázzám a kisfiamra! De figyelj, miért nem egyre utóval megyünk? Te magyarázol, mikor rárúgtál? Te magyarázol, leütötted a fiadat. Hát nem mondom, csak a telefon egy úton, bár a hajót. De figyeljetek, miért megyünk két autóval? Mondjátok már meg, most miért különszködtök itt? Miért pozoroljátok itt a vezetőt? Engem érdekel, faszraposkodnak. Azért motorral van, faszraposkodnak. Hogy menjenek külön nyugodtan, szégyelnek bennünket, ennyi szégyelnek. Mi az Isten faszának kell 8 autóval menni, mindjárt letolom őket a biztos faszába. Mondom, hogy faszaposkodnak. Milyen a te? Milyen adjuk a tejet akkor? Hát azt mondta a fiát, hogy menjünk a Yellow Jackbe, mert hogy állítólag azzal beszélte ő le, hogy ők megveszik tőlünk a tejeket. Én megyek a Yellow Jackbe, hát aztán nem tudom. Azt mondta, hogy találkozzuk. Hát jó van, akkor legyen úgy. Semmi Tinder? Nincs Tinder? Mi az a Tinder? Semmi. Chips. Ó, akkor az köl. Az köl akkor. Nem tudom, kik vannak a cseten. Beköszönhetnétek. Igazán, meg szeretném, ha beköszönne a cset. Nyomjatok egy kurva emótot. Egy kurva emótot kérek. Faleó, jó napot kívánok. Sziasztok, jó napot. Hát a gyerekek mindjárt jönnek, itt valami üzletről lenne majd szó. Ha igen, igen. Ő az én fiam. Szépen szoktam szerintem látni mostanában, szépen. Nem? Jó napot kívánok! Jó szép napot, jó napot!
Ő itt a szép feleségi. Itt van a szép feleségi. Meg ott a gyerekem jön, azt majd mondja, már nő az üzletember, én még jó napot. Mert csak a munkásai vagyunk. Igen, nem nagyon értjük, hogy mi van, mert van, ami tejről volt szó. Magor, itt vagy? Sziasztok. Igen, igen. Ételre kínálhatom önöket? Szomjasak, éhesek esetleg? Kínálni? Az azt jelenti, hogy ingyen van? Hát... Igazából egyet most fizetek szívesen. Most ingyen van, vagy nincs ingyen? Egyet fizetek ma. Igen, na, én nem én szeretnék egyet mindenből. Na hát mindenből azt nem tudok, de egy rostos, meg egy rostos arancsér, meg egy szemlincs, azt szívesen. Igen, igen, azt én is nagyon szívesen, igen. Már külön, köszönöm, igen. Én igen, szemlicset, ezt én is elfogadom meg. Tudom, te is csinálja, igen, van, drágok, igen, így van, na, így van, gyerekek. Ne ítéljétek meg a gulyás nevet, a gulyás név, a szent és értetetlen. Így van, mindent el kell fogadni, ami ingyen van. Hol vannak a többiek? Már most elnézést kérek. Tudod, a többiek megjönnek, nekik is mondjon, hogy van ingyen szendvics. Ingyen szendvics. Jó, mondom neki. Mondjad nekik. Szóval mennyi az annyi? Nem azért nyaltam ki magamat, hogy ne kapjam. Olyan, jaj, bocsánat, lecsúszott a kezem a... Na, szép, az szép, az szép. Az igen, azt nekünk mondja, figyeled? Jó vagy, jó, jó. Szeretne feljelentést intézni? Az még egy szendvics. Tegel, gyere már, geci! Nézd meg, mit csináltál. Na, ma már nem ez az első eset, nagyon sajnálom, valami olyan kaját tettek, ami ilyen idegrázik. Tényleg, mélységesen sajnálom. Eltévedtünk. Valami méreg kaját zabált. Eltévedtetek? Hát de a típi... Jaj, de hülyék ezek te. Hát ebben a kocsiban még egy GPS. Mi a baj, Barnikám? Van itt WC. Tiszteletem. Igen, van szerintem. Gyere, gyere, gyorsan elkísérlek. Jaj, Barnikám! Barnikám, rosszul vagy? Elnézést, bocsánat, itt vagyok az ingyen szervicséért, ingyen rostos időtét is mondott. Nagyi, igen, igen. Segíts! Jaj, Istenem, unokámnak baja van, mindjárt jövök, itt ez a... Ott a WC, aztán még ki meg tudja oldani magának, mellé nem tudja ő, kisgyerek! Gyere, Barnikám, megyek, megyek már! Gyere, Barnikám! Jézusom, beszart a gyerek, gyere! Úr, itt a WC! Itt a WC! Valahol, hol van? Itt ezen az ajtón bemész, most itt a WC, kint megvárlak! Jaj, Istenem! Köszönöm a követést! Ja Istenem! Barnikám! Bent vagy még, jól vagy? Jaj! Barnikám! Barnikám! Jó vagy? Barni! Jaj, én nem megyek be ide. Mondom, én itt megvárom. Hallod, a fiadnak megy a hasa, vagy valami baja van. Látod, én tudtam, hogy nem kellett volna, hogy a Tege bácsival menjek. Hát nem tudom, mit adok. Mit adott neked, Tege bátyád? Lejárt. Kenyér volt szerintem. Istenem! Na jó, hát ezt nem hiszem el. Tege! Kisfiam, vagy velem jössz az autón. Tege, te miért adtál lejárt kenyeret a gyereknek? Tessék! Lejárt kenyeret adtál a gyereknek? Én nem adtam ennek semmit. Azt mondja, hogy zöld volt, meg penészetos, most attól van rosszul. Hát be volt aludva, aludt az úton, álmodt a bazd meg. Istenem, nem hiszem el. Barnikám, jó van arra? Jó vagyok. Kérje a nénitől lenni, meg inni biztosat neked. Egy kicsit menjetek ma a déblét. Kisfiam, gyerek. Mit szeretnél? Gyerek, jó meg őr. Jaj. Itt egy kis forgalmi dugó alakult ki. Barnikám? Egyél mély levegőket. Barnikám? Igen, nagy. Jobban vagy, drágám? Igen, jobban vagyok. Jaj, szegény gyerek. Miért ilyen kopasz? Anyádi. Remélem nem a külöknek mondta Tege. Hogy beszélsz? Dehogy nem a külöknek mondta. Te meg itt belász és végig hallgatod, nézd, sír a körülbelül. Gyere ide, kisfiam! De. Azt hiszem, jobban volt, csak nézem az eseményeket. Az anyait lehet, hogy szoptatnod kéne. Az. Szoptat.
Lehet, hogy attól megnyugodná a Juska a szoptatástól. Nem tudom, én nem vagyok orvos. Nem beszélj így anyukámmal. Megütött a gyerek, hallod? Állíts a gyereket el! Jó teszi! Várjon, uram! Jó tette! Megvédte az anyját, mondjuk ez igaz? Vigyázzon, ma a gyerek agresszív. Jó teszi, legalább meg tudja magát védeni. Nagyon szépen köszönöm, kedvességét. Ügyes köszönöm a követést! Írj a csetre! Légy szíves! Nem kérsz a nincset meg arra a sevet? Ne adjon neki semmit. Dehogy nem, mert a nagybátyja arra szépen. Ő is biztos, hogy kipiknak már. Megütött a gyereket. Megint leütötték a szemüveket, mint hogy visszavezet. Dehogy ütötték, itt van a földön, gyere ide, Tege! Tege! Miért meg itt a földön? Tege! Tege, itt a földön volt a szemüveget, tessék, odadom. Tessék, a földön volt, hát nem igaz. Összetört. Mindig összetörik a szemüveget. Jó vagy, fiú? Jó vagy? Nem megy, csak vélés. Rendben van már nasa? Jó vagyok. Jó van. De Tege bácsi, nem szabad megütni, kérjél tőle bocsánatot. Nem szabad ilyet csinálni. Hát ő szereted a legjobban. Miért őt bántod? Pont azért, mert őt szereted. Te ezt csúnyát mondod. Hát igen, tudom, de hát akkor is muszáj volna ezt megbeszélned, érted? Megvan a telefonszáma? Nincsen. Megadjam neked felhívott, hogy elnézést kérjél tőle? Igen. Na megadom neked. A Tege nagybátyát telefonszáma az az 508. Azt én is elkérném, várjon. Tege nagybácsi. Mindjárt, akkor mondj, mozoljatok a mehet. Mondhatod. Mehet? Mindjárt jövünk, hozzuk a második kört. Oké. Mondhatom, Barnika. Barni? Igen? Mondom akkor jó, mind a kettőtöknek 508 54-53. Tehát ugye 508 kötőjel 54-53. Na, tök egyszerűen, na. Jó van? Szia, szia Tege, én vagyok az Barninak az anyukája, Lüska. Megvan a szávod. Mi a baj, Barnikám? Jó van. Muszáj felhívnod, hogy bácsidat beszélgetnod kell vele. Nem segít a hiszti. Halló? Hát, ez nem igaz. Most már mi történt? Hallod, összeesett a gyerek. Kisfiam, jó vagy? Valami baj van. Kisfiam! Hívjál mentőt! Tényleg hívjál mentőt! Ez így nem megy jó. Na, kisfiam! Valami baja van neki! Hívjunk mentőt. Ez nem tudom, nem néz ki jól. Lehet, hogy csak nem. Kisfiam! Evetti volt. Keszi. Ez egy gyerek! Ott van, hogy kell mentőt hívni? Üzenete. Nem tudom. Hívod a mentőket? Igen! Hogy kell? Bazzek, hogy kell? Névlista. Nem jó. Akkor hogy kell? Hogy kell felhívni a mentőket? Kontaktok. Már megint. Ez a telefonnak a hibája. Megint a kezébe vette azt a szart, azt már megint rosszul van. Keci, hogy kell? Úristen! Hát nem tudom, hogy kell mentőt hívni. Nem találom a számukat. Elnézést, uram, elnézést. Nem tudna nekünk egy mentőt hívni ide, mert kisfiú rosszul lett. De, mi történt? Nem tudjuk, összeesett a kicsi. Óha, hívom rögtön őket. Hogy tetszik hívni, ezt te sem már elmondani, mert hogy nekem nincsen meg a számuk. Na, akkor vegye elő a telefonját. Igen. Van egy ilyen bőrönd ikon. Ott a bal alsó sarokban. Ott van egy olyan, hogy segélyhívó, és akkor igen? Ott, hogy OMS. Vagy hívja őket, vagy pedig ad egy SMS-t. Tessen akkor hívni nekünk egyet ide, hogy elájult a kisfiú. De nem tudom, mert levegőt vesz meg, egy csetlik-botlik, de nem tudom, mi lehet a baj. Ja, Istenem!
Hogy lehetséges ez, na? Na, azt mondja, hogy... Kitartás, Barnikám, kitartás! Mindjárt jön, segítség! Mindjárt jön a segítség! Nagyi itt van! Itt a Nagyi! Van valami allergiája, nem tudják? Nem, fogalmam sincsen. Megfázás, napallergia, valami? Hát, nem tudom, az anyja esetleg tudja. Nem tudok ilyesmiről. Eddig nem volt ilyen problémák. Való. Jó. Á, Istenem! Nem tudjuk, tehát nincs eldeg. Ezt most nem tudom teljesíteni, Brigi. Nem volt semmi. Már elment az a sajnos lassú voltál. Egyszerűen összeesett jelenleg. Sít felprank. Ja, hisztérikus sírás üvölte. Most adtam meg. Tedem! Jó, Istenem, csak nekem halljon! Jaj, Istenem, kiszárad itt a napon, el sem tudjuk húzni innen! Jó, Istenem! Mindjárt kérem a kolléganőt. Meg kell nyugodnom! Ne sírj, anyó! Istenem, a kisgyerek a unokák! Az apjára ütött! Erős gyerek! Ne sírjós! Igen! Semmi baj nem lesz! Az apjára ütött! Erős gyerek! Szövesen, Brigi! Kap a fasz! Még jó, hogy az alsó szomszédaiben nincsenek itt. Jajj! Hozzájuk ilyeget? Igen! Legyen kedves Péter Tosdi neki inkubátort, infúziót, fél kutyát, bármit, csak meggyógyuljon, mert valami baja van. Próbálj meg behúzni az árnyékra. Nem mered megmordítani sem, mert egyszer csak összeragyott, és olyan dolog, hogy nem szabad őtet megfogni. Nem vagyok orvos. Várjon. Maga se orvos. Megfogatom a nyakigerincet. Az anyja meg légyütött. Jó. Kicsit felhúzom hátán a felsőtéget, akkor ott tudom a hátát. Nem érzek duzzanatot, nincsen gerincsérülés. Jó, félre tudjuk húzni, úgyhogy nem lesz baja. Hát jobb, ilyen dobozba tudom, nem találtam most tiszta vödröt. Oké, elveszem. Leveszek így rövőt a zsebemből. Beleheteszem egy eget, és oda teszem a tartóhoz. És hogyha itt állunk elé, hogy eltakarjuk árnyékra? Hát, lehet, hogy segít. Hé, az isteni! Nem, jaj, Istenem! Drága kicsi unokám, hamar ide kiér a mentő, hamar, mert már nagyon készen van! Hát azt nem tudom, kicsit mikor paskolom az arcát. A mentősökkel. Hívtak, hogy elég sok dolguk van most. Elég sok, hogy egy gyereket nem tudnak. Egy gyerek! Hát most mondja meg. Istenem, ez egy gyerek, csak 11 éves! Szerintem nyugodtan behozhatjuk ide az árnyékra. Jó, húzzuk be! Óvatosan belekorolok a vonaljába, és elkezdem lassan húzni. Én fogom a lábát, a kis lábiját meg. Nézem az utakat addig ott. Fogom a testét. Csak lassan. Jaj! De és az autóba fekszik bele. Erre üt a gyereket, most húztuk az árnyékba. Gyere már! De a jégtől kicsit jobb lesz. Én mondtam, hogy ez a srác, ez egy kincs. Én megmondtam. Gyere már, mert rosszul van a gyerek. Most nézem a homlokát, nem a lázas. Egyszer csak összes, rosszul lesz. Hát lehet, hogy sok volt neki az utazás. Isten áldjon meg titek. Ti meg nem vettek részt az ilyet, ti járkáltok, érted? Anyja, a gyerek meg összeesett. Akkor addig intézem azért a tejet, amikor pakolják addig. Mentőt hívtatok már neki legalább? Persze, hogy hívtunk, te kampó kezünk fasz. Iluska, légy szíves, intézd. Anyja, hőemelkedése van neki viszont.
Mit te vett utoljára? Hát amit kapott? A gyúzt? Úristen, te érzéketlen! Hallod, tényleg, tényleg a biznisz most fontosabb a biznisz? Tényleg? Figyelj! Ha nincs biznisz, akkor mi is ugyanígy fogunk járni. Azonnal gyere ide a gyereket, ezért fogd meg a kezét, hogy ne féljen, mert nagyon fél. Na jó, megfogom a kezét. Ne félj, fiacskám, ne félj, jó? Fú, de egy idegen mellett, nem így neveltelek, nem így neveltelek. Lázas, nincsen semmi baja. Lázas, nincsen semmi baja. Szerintem, hogy csak hisztirohom jelent. Biztos tőletek kapcsolatban. De hogy hisztirohom, drágám, előttem esett össze. Kötörük között beállszatom vízbe, aztán ugye jövök. Na majd mindjárt letesztelem, belenyúlok a seggibe. Na mert mindjárt fejbe vágnak, ha belenyúlsz a seggibe. Na mindjárt, lehet, hogy csak megjátszom. Mi játsza rá meg? Hát nem látod, hogy jól szóval. Ujjamat... Istenem. Szerintem idén képelt föl, akkor föl fog kérni. Mert hozzá pohár vizet locsoljátok föl, vagy vele. Hát, ez nagyon hideg lesz neki. Segényként betakarjuk föl, de... Nem. De szedjél neki kizét. Kettétem a konyharuhát. Betekerem vele az egyik csapkonyát, meg a másikat is. Szedjél neki itt gilisztát, szedjél már neki gilisztát anyjuk elő. Megfogom, főhúzom a felsőt, és ezt meg ráteszem közben a mellkosára óvatosan. Másik konyharuhát. Hát egy kicsi levül. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a segítséget, tartozunk esetleg valamivel. Nem. Köszönjük szépen. Hát azért is így gondoltam, de nagyon szépen megyem, köszönjük. Megyem, jobb egy kicsit. Az érzed jobb egy kicsivel? Köszi a követést! Akár kis voltál ott! Hogy érzed jobb lett? Hát szerintem... Ide pap kell. Nem hiszem. Te nem tetted le a lelkészit amúgy? Még fiatal voltál, hogy apácákat tudjál. Tudod? Tudom. Akkor ma imádkozzál már is, tehát lehet, hogy még meghallgatja a bűnös lelkedet, hogy mentse meg ezt a gyermeket! Nem, ennyi kész, én kikészültem, én ezt nem bírom. Én azt nem bírom, hogy össze van esve a gyerek. Össze van esve a gyerek. Ha jöjjön már valaki. Ha valaki szólaljon már meg. Ha csináljon már valamit. Szedjön neki kukacot. Kukacot jobb lett. Hihetetlen, bazd meg, hogy itt fekszik a gyerek. Ott nem jön az a kurva mentő. Ilyen nincsen már. Most nem be kell vinni a kórházba. Jaj Istenem, nem hiszem el. Azonnal jöjjön már az orvos, hát ez nem igaz, mit csináljunk vele? Meg kéne akkor vinni a kórházba, jobbat nem tudunk. Ha magához tér, akkor bevisszük a kórházba, mindenféleképpen. Vaj, én nem hiszem, hogy magához fog egybe térni. A mentő mit mondott? Nem tudom, nem én beszéltem vele. Hát ez hihetetlen. Majd mindjárt öntök a szájába egy kis tejet. Melyik a OMS vagy az ORFK mentő? OMS. Náluk nem volt mentő. Kinyomnak. Most, hogy már innen. Iluska, légy szíves, foglalkozz már gyerekkel! Hát itt állok, foglalkozom! Hát rosszul! Nem. Tudom. Most én is nekik. Puszilgass a homlokát, hát jobb lehet. Én simogatom. De meg én is küldtem már fotót a mentőknek, hogy jöjjenek, mert ez egy gyerek! Hallasz engem? Kisfiam! Hallasz engem? Hát ez nem igaz. Jaj, Istenem!
Hallom, Pál. Jönnek! Úristen, jönnek! Adjuk helyet nekik! Ide állok, ahogy már léde fogok ülni. Nem lesz semmi gond. Remélem. Végre. Ja Istenem, megjöttek! A tege meg a izé a magort alatt. Az a baj, hogy még mindig nem ment le a hőmérséklete. Még mindig tűzforró a homoka. De sem már felvilágosítani az orvosokat, meg ahogyan tépön beszél. Nekem már mindig utca kérdőznek. Tisztelet, jó napot kívánok! Hirtelen rosszul lett. Jó szépen, de lehezem az első segélytáskát, idejövök az uri emberhez. Van, érzékeltem egy emelkedést. De az a baj, hogy nem akar nagyon nem menni. Adhatok még négyet. Kijöttem megnézni mindenre. Meg tudják mondani, mi történt a gyermekkel? Pontos. Egyszerűen csak összeesett. Rendben van, bármi allergia ilyesmilyen van, ami miatt nem ez előfordulhatott volna. Rendben van. Nem, mindent megöszik, ez még a patrati teleti, az a kedvünk. Rendben is, nem tudom. Még mielőtt elájult, mi történt van, el tudnám mondani? Elment vécére, mert ment neki a hasa, mert rossz kenyeret evett, vőd volt azonta. Aha, akkor jó, akkor viszont lehetséges, hogy mi a tököm? Ételmérgezés, akár. Feltehető, hogy mint az imént a kisasszony, azt mondta, hogy penészes kenyeret evett, szóval több mint valószínű, hogy ételmérgezése van a gyermeknek. Akkor gyomorom a sas. Igen. Jézusom! Kurva életbe bele. Összefosztam magát. Gyanúsás antibiotikum kúra és infúzió pótlása a földigvesztésre. Gratulálok! Miért kell nekünk a penészes kenyeret adni? Ebben azért az elkevén, gyorsan megnézem az ujjamat. Én nem adtam neki karotiszra. Semmi. Nem értitek be. Azt mondtam neki. Szépen kiítom a száját, belenézek, behetek-e bármit, ami esetleg is a légutat eltaszítaná. Vagy elzárná a hájdék vállalat. Elvétem egyáltalán. Legközelebb gyertek ide, itt nálunk mindig kis a kaja. Én nem adtam neki semmit. Dehogy nem. Szépen akkor benyolok itt szépen. Nézd meg, itt veszik a fiam a földön, mi adtam? Tért hajlatom rá majd pedig a nyakához, és akkor szépen az első fölhelyezem a hordágyra. 1, 2, 3. Így. Rendben van. Segítsük a hordágyja. Jaj! Kurva Isten, itt 800 eset jön, azt kettem, amelyik akkor levinával, akkor levinálom meg állapot, hogy nem kell. Egy szájjal keveset. Anyós, menjél már vele! Ha vele kell menni, akkor menjen már vele a gyógy. Ja Istenem! Nem, az anyja menjen vele! Szerintem meg. Majd utána megyünk akkor. Utána meg mindenki! Mindenki utánuk meg! Utánuk menjünk, megyünk majd! Csücsönjön be, hölgyem! Gyere, tesó! Hát ilyet! Mindenki azt mondja, hogy én adtam neki kenyeret, én nem adtam neki semmit! Isten lássa lelkemet, de én tényleg nem adtam neki semmit!
van egy kis gond. Nagyon csendben vagy, anyus. Anyus, tesó. Bár én is sokban vagyok, nem tudom már mit beszélek. Megjöttünk. Bocsánat, itt vagyok. Volt egy kis gond. Halló? Mi a helyzet, hol vagy? Itt vagy? Rendben, mi itt vagyunk a kórházban, a kölyköddel. Eladassuk. Rendben, rendben. Na majd értekezünk, Csumi. Megjöttünk, anyós. Bemegyünk? Jó, akkor bemegyek én.
Miről van szó? Itt van bent a gyerek. Menjünk be hozzá, persze. Majd elaludtál? Vagy mi van? Megszédültem. Mit te? De már jó vagyok, hát az idegtől. Nem mondj már ilyeneket. Minden rendben van? Jó napot. Bevitték. Azok kívül nem tudok semmit. Ja, Istenem. Nem merek bemenni hozzájuk. Hát akkor várjuk meg itten őket. Tisztelet, bemált a kölökhő. Ja, ilyen jó van, menjünk. Bemáltunk mind. Menjünk mindannyian. Nagyi, hív az unokád. Tesó, hív az unokád. Figyelj már. Úristen. Bocsánat, itt vagyok. Elnézést. Hív az unokád, gyere már! Megyek már, megyek! Humva, melyik robába van? Itt jobbra! A felfás ellen pedig ő minden gyógyszert, ami hány éves a fia? 11. Akkor a 16 év alatti Nurofen tudom ajánlani. Jó? Rendben. Viszont én akkor szépen itt kikapok innen egy vattát és egy ragaszoszallagot. Ide jövök szépen a kis kölöknek itt a könnyék halottából, kicsatolom az infúziót, azt mondta, felakasztom. Bocsánat, elnézést. Szépen itt finoman a branőt kihúzom belőle. Oké, majd megfogom a vattát, rányomom a könnyék hallaton lévő a branő nyomra, és leragasztom. Rendben. Igényel fájdalom csapítod? Én? Igen. Fáj bármilyen is? Igen. A fejem nagyon. Rendben van. Akkor szépen Nurofent, egy levény Nurofent itt, akkor megfog, mint egyet nyomok itt a kacsomba. Tessék, ezt oda is adom neked, parancsolj. Köszönöm. Jó, és akkor ezt kérlek szépen folyadékkal vedd be, jó? Van innivalód? Van, van. Rendben van. Már is bőszem. Hoppá. Most a 3.40-re vagytok, srác? Jó vagy, kisfiam? Jó vagyok. Aj. Hol mehetünk haza? Nem tudom. Mit mondott a doktor bácsi? Arról nem mondott semmit. Csak
Csak hogy fáj-e valamin. Jó vagy kisfiam. Fétülök nagyon. Hazamegyünk. Gyere, gyere szépen, gyere, gyere, próbálj meg, gyere, támaszkodjál belé, meg anyádba. Gyere ide, Illus. Gyere. Szépen elmegyünk a kocsik hárman, jó? Gyertek szépen, gyerünk. Fogjuk a kicsit és megyünk. Tartsátok az alakzatot. Ugye nem kell fizetni, ugye? Ez a legnagyobb problémád itt most. Nem is törődik veled, látod? És mégis ő a kedvenc. Hazamegyünk, kis lefekszel, kicsit lepihensz. Mondta, hallottad az orvos? Sokat kell inni. Rendben. Kis csömébe hátra. Szevasz. Szevasz. Jaj, hárnom kell. Húva sárad, gecsi. Fúj! Letartam! Álljál már félre, te idióta! Kisfiam, szállj ki! Szállj ki, szállj ki! Te gyalog jössz! Menj oda a bokorba! Mit, mi a baj? Mi történt? Behányt a kölyök, bazd meg! Ja, Istenem! De téged is lehányt! Nem baj, majd én kimösöm a ruhámat! Oh. Gyere szálljál be! Rá céloztam. Oh. Mire célostál? Semmire. Jó van. Jaj. Jó van, itt maradj, bazd. Hát ne hagyd itt a fiamat! Menjünk már! Mi vannak a többiek? Nekem nem is rokonom. Szóltam az apjának, de nem figyelt! Azt mondta, hogy jön! Erre nem jött. Hát a fiad ennyire érdekli a gyereke. Egyáltalán nem foglalkozik nagy vele. Nagy eset volt, kettő ment. Törnyű, egyszerűen nem igaz, hogy tényleg, hogy nem tudom, beszélned kell az uraddal majd. Velem se foglalkozik, látod? Én se a saját gyerekével se. Nagyi. Nagyi. Igen? Az autónak miért nem vagy autó? Hát ezt én nem tudom. Édér. Hát én tényleg nem tudom. És az ég miért kék? Fogalmam sincs, talán azért, mert tegen egy betyár szereti a kéket. Aha. Miért szereti a kétet? A tege bátyától kérdezd meg. Ne kérdezz meg, Öskös, mert tudod a választ szerintem. Nem tudom. Mi a válasz? Anyád. A tiéd. Büdös bunkó. Te vagy a büdös bunkó. Te vagy az. Te vagy az. Te vagy az. A fiamra hogy mondod azt, hogy büdös bunkó? Te vagy a büdös bunkó. Ő mondta rá. Hogy mersz kisgyerekre ilyet mondani? Ő mondta rám. Te nem neveled meg a parancsodát. Hát megérdemled. Penészes keret adsz neki, és meg kórházba is kerül. Pontosan. Te hibád. Igen, mondd meg neki. Itt ki foglak rakni, pénzt keressel, jó?
halljátok már fel az uraitokat. Merre járnak. Semmi közük nem hozzátok, az meg azt én viszek itt mindenkit. Legalább taxisnak jó vagy. Merre jártok? Hol vannak? Jó, hazagyertek. Megyünk hazafele. Na, álló. Most viszik az utolsó adag szart, de nem értem miért fontosabb. Te saját gyereke. Nem tudom miért lehet. Én tudom. Anyádért. Hogy mi? Hogy micsoda? Nagymamát nem szígyuk, fiam. Tessék? Bocsi nagyi. Na, hogy beszélsz te gyereke? Ne legyél szemtelen. De ő is ezt mondta. Bizonyíts be. Az apját szíthatod, nem szoktatta meg eléggé. Na téged se szoktatta már. Na gyertek, menjünk, vigyük fel a gyereket a szopájába akkor. Jaj. Gyere, megfoglak, gyere. Kellett volna hagyni. Gyere már! Mert hol lett a kis párna? Majd Éluska kezdő részbe veszi akkor, te nem vagy éhes? Szobádba menjél akkor, a rosszul vagy? Bocsina, amíg nem gyógyulsz meg a... Hagyj becsinni a WC-re! Jó WC-re! Akkor WC-re menjél! Meg kell fürdenie neki! WC-be hágyjon! Ez az! Menjél kisfiam szépen! Menjél! Mi Istenem, milyen napet le kell ülnöm! Jó, takaríthatunk! Végig okát! Egy kicsit, hogy pihenjek már, megőrülök! Egy fiú. Egy élet, egy élet. Ő egy át mellé, ő tányd a téged okádott le. Engem biztos nem. Felmegyek a szobámba. Rendben, drágám, feküdjél le, ha nem vagy jól. Ja, Istenem, micsoda nap, meg kell pihennem, rendesen meg kell pihennem. A többiek hon vannak, tege, nem tudod? Nem tudom, felhívjam őket. De gyémán olyan kedves, mert én teljesen ki vagyok merülve. Rendben, hívom. Hallott, hol vagytok? Én már nem bírom tovább. Te szia! Hát hihetetlen. Itt viszem a fiadat, meg a nődet. Ezt már nem bírom. Elmegyek postóra. Hát nem is akarok. Senki nem bír már itt semmit, úgy látom. Siessettek. Most jönnek elvileg vissza. Honnan vissza? Hát a teljestő. Ja, jó van, akkor minden rendben van, nem? Szerintem igen. Hát, az nincsen, hogy nincs itt az apja a kölöknek. Ezt a kölök összeálltak, hogy... Hát igen, ezt látom. Jó Istenem. Na jó van, megnézem a gyereket. Meg átöltözök.
Kényelmes be. Hello? Hello? Jó másik szoba. Hello? Bemehetek? Hello? Barnikám. Jaj. Alszol, drágám. Alszok, igen. Jó van, akkor itt hagyjalak aludni? Hát egy kicsit még alszok. Jól van, jól van. Szóljatok, hogyha van te kekret szedni. Jó. Én is megyek. De hogy miért? Te itt van maradsz. De én is jövök. Nem! De! Nem! De! Nem! Mi folyik de. Itt? Semmi. Semmi, csak a szokásos Barnikával nem lehet bírni már megint. Járkálok amúgy. Ilyen, amikor gondok vannak. Megbeszél a gyerek, jó van. Mikor jönnek már ezek? De én is leülök a lépcsőr, azt várom már, hogy jöjjenek a többiek. Várom, gyűjjenek a többiek már, mert tényleg kaja kéne, meg minden. Érted? Mi van, Barnikám? Hogy vagy? Biztos elment kurvázni a magor. Kurvázni a magor? Azt mondja, hogy nem, neked nem mondok semmi. Hogy érted ezt? Dehogy is? Hát nem jöttek haza egész este. A fiam miatt sem, meg a saját fia miatt se jött haza. Figyelj, le kell boxolnod vele, akkor le kell vele boxolni. Ennyi, megjött akkor, de nem szó szerint, hanem érted, beszélj meg vele. Nagy bújócskázó. Mostan még feküdnöd kellene, nem? Ha már ilyen szép kis programot szerveztél nekünk, hogy összeálltad magadat, meg minden bajod van. De bújócskázunk. Anyával nem bújócskázol, majd én számolok veled neki. Veled szeretne. Anyával akarsz bújócskázni, ne, igaz? Nem, veled szeretnék. De anyával szeretné. Nem. Hát én tudom. Jó, akkor anya is játszik, meg a nagyi is játszik. Mit szólsz hozzá? Számoljatok. Iluska! Iluska! Gyere, játszunk a gyerekkel akkor a bújócskát. Jó, figyelj, hol vagy? Barnabás! De én úgy voltam, mert azt hittem, te hunyol! Barni! Ne nézd meg, elveszült a gyerek! Barni! Keresd meg! Hát most keresem, de most... Barni! Ne tász, meg ott van! Hát biztos itt van az udvaron, mert itt köszönt. Én azt hittem, ő hunyik! Barni! Hát ezt nem hiszem, mert... Barnabás! Barni! Ide bújtál? Barni! Szerbusz, megjöttél? Megjött. Ja, a fiad össze-vissza állta magát egész éjszaka, sírt az apjáé. Örülök neked, megjöttél. Hát, örülhet.
Ekkor nem faszta büszke is vagy rám azért. Lenni. Azt hittem a fiadat szereted. Hát szeretem, de hát... Tényleg akkor szeresed már velem megkeresni, mert bujottkázunk, hogy fél órája nem találom a gyereket. Már már kezdek akkor elbasztáltuk a kölköt, érted? Mi basztuk el, de hogy... Mert mindig, jaj, babusgatni kell azért, a kisfiú. Azért, mert szereted a gyerekedet, érted? Magyarázatot kérek. De most, milyen magyarázatot? Azt, hogy te megszólsz engem, amiért nem vagyok itthon, bezzekkel, amikor fejed beteg vagy valami, akkor meg te nem vagy itthon. Nem jöttél be haló, hozzá a kórházba. Haló, van itt valaki? Szégyedd össze magad. Hogy mentem volna? Fontosabb hozom a házhoz a pénz. Fontosabb neked a bizniszt, mint a fiam. Hogy hagyom ott, szerinted, a közepénél az egész bizniszt? Engem nem érdekel. Megoldotta volna az apó. Mit evett a kölök? A tege adott neki valami szart. Hát akkor a tege meg bassz a szájba. Miért adott neki valami fasz? Én nem adtam neki semmit. Penészes kenyeret adott neki. Mondjuk Iluska, én nem igazán bízok be. Szerintem te adtál neki valami szar. Nem én. Mert ugye az erdőbe kell barangolni, állítólag. Agyád is ott volt, ő is. Gyerek, hol van? Hát, nőkből. Jó, folyatkázzunk el, eltűnt, tehát éppen ezt keresem. Na, ott fut. Ott hol, fut. Hol futott? Megvagy! Most nézd meg, ott a láb. Megvagy! Barnikám, bújj elő, megvagy! Szállj, gyere le, mit csinálsz? De azzal nem szabad játszani, ez fel tud robbanni, bolond gyerek! Barnikám, megvagy! Hoppá. Persze, ez legyen az én hibám, nem tettek róla, hogy elvesztem. Dehogy vesztél el. Dehogy, de mondta a kölök, vesztem. Hogy az este hazahoztad. Utána hova tűntél? Kimentem. Levegőzni akartam, elkezdtem arra sétálni. Ja, jó nagy levegő kell. Sétálni, erre. Mondjuk oda fér is levegő. Uh-huh. Na mindegy, ezt tegyük félre. Szégyedd el magad akkor is. A fiadról van szó. Jó van, nézem az időt, igen. Jó. Jó, igen. Adtam egy percet, elszégyeltem magam. Kap be. Igen? Következő? Te el fogod veszíteni az asszonyodat. Hogy tartsam meg? Elszaladgál valahova, azt mondja, kimegyek levegőt szívni. Most én kijövök levegőt szívni, akkor nem megyek el több napra. Habár lehet, tudod mit? Na. Hagyjuk is a bazd. Ja, egyébként... Tessék, ez a tiéd. Micsoda? Aha, ne, már szimpatikusabb vagy. Na, tehát akkor büszke vagy rá? Várjál, tegem most meg kell mondani. Nem vagyok, de legalább van pénz. Na, álljon meg a men... A fiad elfogott az erdőbe. Micsoda? Az erdőbe, elszaladt a gyerek az erdőbe. Figyelj, berakom hát a pénzt, szépen. Utána mehetünk, berakom a családi szépbe. Hát hihetetlen. Hoppá, nem ide. Te hülye vagyok. Figyeljél már, Barnabás, most voltál beteg, ne rohangáljál. Ez jó. Na, a fiatalok dolgoznak. Helyes. Barnikám, nem akartak bujocskázni?
Istenem! Hol a gyerek? Hova mész, Kare? Gyerek össze-vissza szaladgál. Eddig nyugodt életem volt. Hát én a gyereket körösem megint. Hát én nem tudom, hol van. Nincs itten. Nem tudom, hol van. Ide fölszaladt, ott azóta nem láttam. Maga mit csinál itt? Én? Azt nézem, a székokat ki kéne cserélni. Meg hogy ez itt micsoda? Eladtuk az összes tejet. Igen? Aha, igen. Ilyen. Jó van. Csak a fiadnál sumálkod valamit, mert nem mondta, mennyit kaptunk érte. Mindegy, mert betettem a családi széfbe, úgyhogy nem kell foglalkozni vele. Na. Na, a gyerekem mi lett aztán a kórházban? Itt van, állj már meg! Hát itt van! Kapott infúziót, meg minden. Ma már jó van? Most már jó van, hát nem látod, hogy szaladgál. Ma nem látom én, ahol van. Nem láttam. Most az emeletre. Igen? Majd mindjárt lehívom. Na? Mi van? Semmi, elfáradtam. Annyit cipekedtem, hogy leszakad a karom. Nekem is elegem van, man. De most akkor mi volt a baj a gyereknek? Mondjátok, a rossz kenyeret evett, azt rosszul lett a gyomra neki, azt most ezért volt ez, ami volt. Ez most fosik, vagy mit csinál? Már nem, már jobban van jó, hát azért éjszaka már eltellett, csak ti oda voltatok dolgozni. Hát, igen. Na itt vagy. Menjék az kergeset visszafele a bőfőbe. Hát, mert megint ebben a bárdon, nekem már én elfáradtam, annyit kergettem. Én is itt kergettem. Én nem bírom ezt. Nem bírom. Egyszerűen nem bírom. Mondta, hogy itt a vadászatot próbáljuk már menni, hogy az állítólag a sokkal jobban keres, és hogy az át is venné, akkor a vathús kell nekik. Igen, mondta nekem. Azt mondta, hogy kell hozzá ide, hogyha törvényesen akarjuk csinálni ezt, akkor kell hozzá egy alkalmassági vizsga, azt a kórházban meg kell csinálni, aztán kell fegyverengedély, meg kell hozzá puskát venni. Azt, hogyha nem akarjuk ezt legálisan csinálni, akkor csak fegyvert kell megcsinálni. Milyen élet van itt, mi? Merre megy az erdőbe? Hát, hogy menjünk el horgászni aksival. Aksival? Az egy jó ötlet. Beledobjuk a vízbe, aztán csak összeszedjük, ami feljön. Hát de ha nem kell neki, ha légy. Én mit tudjam én? Na mert csak én nem mentem volna horgászni, de hol vagy? Elfred akartak anyádig szedni, nem Galagonya. Tudom, mi lesz tebben a fiad meg haldoklik, vagy nem tudom már mi van az. Lehessék, kisfiam, lehessék! A fiam az azért haldoklik, mert olyan, mint az anyja. Kisfiam! Nem tudom, hogy szóljak közben. Az anyja idejét, tenészes kenyére. Meg nem szólok, kisfiam! Az Iluska. Ne, kapaszkodjál! Nem, részes kenyér. Kisfiam. Igen, ezt mondta az anyád. Kisfiam. De figyelj már ide. Várjál már, a kisfiad bajban van. Nem várok semmit. Várjál már, a kisfiad bajban van. Hol van? Kisfiam, maradjál nyugtom. Mi történt? Bajban van a izé, Barnika, menjünk oda hozzá, valahol hol van. Valahol már főmászik. Igen, menjétek, hozzátok pizt. Keressük meg, keressük meg. Menjetek, keressétek meg, lányok. Barnabás! Barnabás! Isten, azért a gyerek ott már ezt csinálja. Barnabás! Barnabás!
Barney! Barnabás! Szia Jessica! Keresem a gyereket, elveszett. Barney! Barney! Hova a picsába ment a... Hova mászott el? Hova tud felmászni? Ah! Az meg... Ah, nem tudok annyit futni, nem szabad. Az Isten bössze meg! Fasz! Hol a kisgyerek? Nem igaz, ezt nem hiszem el. Jaj, Dodo, drága szerelmem! Hát nem találom a gyereket, bazd meg, hát nem találom! Hát komolyan le kéne kötözni egy székre, vagy nem tudom miért. Hát látod, milyen hiperaktív, hát hihetetlen. De hol van az anyja? Hát az anyának kéne rá vigyáznia. Elvileg telefonon beszéltek, mindjárt fenn is hívom, várjál csak. Mondtál valami ebred, nem szedünk. A fasz szedünk, homán. Faszt? Igen, a faszt. Na bassza meg. A nagy lófasz. Vagyis. Hol a picsába vagy? Nem vagyok egy ilyen sárga valamin. Min? Valami sárga valamin, szembe a házzal. Szembe a házzal? Mi a fasznak mentél oda? Vicces volt. Viccesen úgy segbere szerugdösszben most már a vicce jött, hogy még egy viszont neked, hogy még anyád is kettőt fog látni, érted? Kettőt? Hülye gyerek. Megyünk mindjárt, érted? Na megvan a gyerek, valami sárga dologra fölmászott a ház előtt. Azt kell megkeresni, sárga dolog. A sárga dolog? Igen, jó. Hívom a többieket. Na, meglettek a jegy? Azt mondja, hogy valahol itt van valahol valami sárga dologon a ház előtt, úgyhogy meg kell körösni. Sárga dolgon a ház előtt. Igen, sárga dolog a ház előtt, a házzal szemből. Így átjöttem a túloldára, most itt próbálom keresni. Sárga dolog. Itt látok egy tetőt, megnézem. Gyertek, körre! Életődök. Jó van, megyünk arra. Hát, hihetetlen. Sárga dolog. Ez sárga, nem? Halló? Barney! Itt vagy, Barnabás? Hát, szerintem nincs itt. Ebbe a házba be lehet menni? Ez is vagány amúgy. Gondolom nem. Nem, hát. Hogy csinéngel itt a izé? Barney! Barnabás! Hát ez nem igaz. Barnabás! Sárga dolog. Hol van itt egy sárga dolog, amire föl lehet mászni? Sárga dolog. Sárga dolog. Sárga dolog. Baszd meg! Baszd meg! Baszd meg! Baszd! Ez geci! Ez felmesz? Azt nem mondta, hogy a darum van. Gyerekek! Hát szerintem a darumban bazd meg az a sárga dolog! Nem találom! Az a daru itt a daru a ház előtt, bazd meg! Daru az a daru a ház előtt! Itt a daru, igen! Bazd meg, szólj a Tódornak, Tódor veled van! Hallod? Hallod? Ó, Istenem, Iluska! Gyertek ide gyorsabban, van! Hol vagy a daruban a gyerek? Igen, itt vagyunk! Jaj, itt vagyok vele! Megyek már, megyek! Leesett! Áj, Istenem! Leesett? Mi van? Keci, Huba! Mi a helyzet, fiam? Megyek a Barnélom, darulom! Mondtam, te tegyed át, te felmászott a darulom a házamon! Hubert, semmit nem értek, fiam, most szaladok, mert a gyerek leesett a daruról a ház előtt. Mi van, leesett a gyerek a daruról? Igen, leesett a gyerek a daruról.
Kuba, te vagy a gyere, már gyere, gyere, itt kell, gyere gyorsan. Leesett a huba a daruról. A huba? De jó, sütni a, vagy meg a Barnabást, már Istenem, már szívű szembeszélek. Hol vannak? Hol vagytok? Hol vagytok? Hol vagytok? Hol vannak ezek? Itt vannak, vagy nem itt vannak? Hol vannak? Hol ordibálnak? Jaci, leesett a gyerek a daruról. Mi a fasz van? Megvan! Ne, nincs! Hadd szálljak már be a kocsiba én is, mert elfelejtem, szét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 
Na, itt van a gyerek, megtaláltam, de szerintem nem mozog. De hol vagytok? A daru alatt konkrétan? A daru, a karat, a daru alatt vagyunk pontosan. A daru alatt vannak, azt mondják, a daru alatt vannak pontosan, de itt két daru van, három van, vagy mennyi van? Itt a legelső darunál vagyunk. A legelső daru, hát meg melyik oldalról? Jobbról, balról, vagy mi a faszon van? A házunk az a legközelebb daru. Jézusom, nem hiszem el! Jó, jó, figyelj, tege, figyelj itt, félem, figyelj ide. Valamelyik daru alatt vannak. Pontosan alatta. Itt van, nem tudok, meg kell vinni a kórházba. Itt van a gyerek, ott feszik. Jézusom, nem hiszem el, Istenem. Hadd szedjük önnek. Kisfiam, Jézusom, bőle meg. Kisfiam. Valaki gyorsan hívja mentőt. Hívjatok mentőt. Kisfiam. Valaki hívja mentőt. Hívom a mentőt. Mondd már el, mi történt, Tiluskát, mi történt? Jöttem érte, mondtam neki, maradjon fönt, fölmásztam, erre azt láttam, hogy leesett. Úristen, lélegzik! 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 Folyik a fika az órába. Behob, te faszparom! Faszik, mi a fasz? Fiam, de buzi! Fölhív, azt nem is mond semmi! Jön a mestő! Szegény, mit? Csak a bajban! Rossz anya vagyok! Nem vagy rossz anya, csak speciális! De gyerek is speciális! Hát ki a fasznak jut eszébe felszállni, fel! Jaj, ideges, jaj! Ne, itt a mentő, adjunk helyet neki. Ja Istenem. Ide. Ja Istenem. Aj. Ott a kintjenek, ne esett a barnabász. Jó napot. Ja Istenem. Jó napot, ne esett a barnabász. Az unokám. Jó napot. Ó, atya világ. 11 éves kintjenek, mentjük meg, még előtt az élet. Megmentjük, ott van, ahol civil. Nem tudjuk, honnan esett le, húzzátok le onnan maximum. Nagyon magas só esett le. Hát nem bírok leventi. Hallod anyukám? Nagyon magas só esett le. Igen? Figyelj, én nem itt voltam, én most értem ide a kocsival, kerestük, már három daru van. Kisfiam! Az a baj, az anyja meg már kívüli állapotban van. Az a baj. Kisfiam! Jaj Istenem, jaj! Jó van, Iluskám, semmi baj, itt vannak a mentősök. Jöjjön ide, uram, különben le kell szedáljam. Hol a külön? Különb az ott fekszik fenn. Te fasz! Az életben menjen fel! Azt mondta, hogy megütötted! Meg a Szemke bácsi is megütötte! Ne nézzétek meg, ezt csináljátok a gyerekkel! Le magától öngyilkos lesz! Magától!
Ez mind azért van, Iluska, mert nem figyelsz rá. Egy dolgot lenne, arra sem vagy képen. Azt mondta, hogy megvertétek. Nyugodjanak meg. Majd ne nyugszunk, hogyha akarunk. Idegben a hatkozárba vigyük. Gyerekek, ne sírjön. Ez egy jó RP, igaz? Nem sírjon a hozzát, nem veri bele. Már megint a kölök. Jaj, te tudod, mondj már valamit, te kikészültem idegileg. Nem lesz baj a magok egészséges. Jaj, Istenem. Mondja tuba. Nem is tudom már, mit mondjak. Ja, miért nem figyel erre a gyerekre? Én nem tudom, hogy figyeld rá, bazd meg! De hogy te mászottak kopvét? A büdös kölköt kétszer hoztam le. Hát de nem, egész nap ezért mentőnök a kórházba járunk. Nem tanul belőle. Mert nem figyelnek rá. Hát a magor hibája is, mert az is nem figyel a gyerekére. Hát de a magor most nem hibás, azért nem hibás, mert dolgozni voltunk. Hát jó van, de a Iluska figyelt rája. Hát jó figyelt rája, akkor... Tudod, mely menekült ezt? De mi, nem tudom, mert nem voltunk. Nem vettek egyetek! Elég legyen! A tege! Nincs elég bajunk! Megütött, azért menekült el! Nincs elég bajunk! Nincs elég bajunk, álljatok rá veszekedéssel, vagy most már tényleg elegem lesz belőletek, akkor zabálni nem kaptok. Ide gyertek inkább közle. Fogd be pofádat! Fogd be pofád! Idefele! Gyere ki, aggódunk! Itt van, Huba! Fogd be pofádat! Nyugodjanak meg, tudjuk, hogy aggódnak. Hát idegesek vagyunk, hát ezt a kizik már. Nem aggódottak, folyan el, ne csinálok magával. Nem akartam, csak hát... Nem kell nyugodtan, tudom, na, hogy milyen, na, tudom, hogy milyen, ha ideges, meg minden. Meg azért, hát családtak. Családtak, drága unokám. Egyetlen unoka? Nem, mert van neki körtesztő. Na jó, én most főmászok. De ne verészed magad, mert bukálunk. Nem menj fel! Figyelj már, a magad megy főfele, előtt le akar esni. Húba, csinálj már valamit! Testvéredet hozzad le onnan? A magor a gyereknek a apja. Most ki van a magor? Lehet, hogy le kéne nyugtatót, de egyébként bárszik a darula. Mind a kettő bárszik a darula. Le tudjuk hozni, akkor belövök neki egy nyugtatót. Elnézést, másztak a darula a gyerekeim! Másztak a darula a gyerekeim! Mentse meg őket, doktor úr! Ezt én itt megyek. Hát, ez nem igaz. Köszi! Fejezzétek be a veszekedést! Menjél, szólj az Iluskának, hogy nézzem fő. Nem fogsz semmit, magor. Hölgyem, menjen vissza le. De ő a gyerekem. Most. Jó, rendben, menjen vissza le most. A gyerekeimet. Menjen vissza le. Huba! Vissza le. Hát, ez nem igaz. Na, uram, menjen le szépen, uram. Tassó, gyere le szépen. Vissza, menjen le. Huba, jó, gyere le. Főnök, jöjjön le van a létráról. Én ma ezt nem bírom! Jöjjön a létráról, maga, uram! Crocs papucsba, jöjjön a létráról most! Tege! Kapjál! Ne merészed! Kapjátek! Nehogy ne ugorjál! Ha nem érsz onnan ugrani, esküszöm, hogy megöllek! Na uram, figyeljen! Menjél le anyám Iluskához is! Esküszöm, hogy megöllek, ha leugrasz! Kapard össze, vagy leugrasz! Ha meghalsz, én megöllek! Na főnök, figyelj, jöjjön le szépen a létráról, jó? Ennek semmi értelme, nincs, amit maga csinál. Így van, hol igazság, hagyom oda. Ahelyett, hogy fiába. Nincs idegem. Maradjanak már csöndben mindannyian, duguljanak el. Hát ez, Isten bassza meg. Na figyeljen, uram. Ahelyett, hogy maga itt fönn szarakodna és magát segíteném le, én nem most a fia mellett kéne lennem és segítenem kéne a kollégát az ellátásba. Szóval mi lenne akkor, hogyha azonnal lejönne onnan föntől, lemásznánk és ott lenne a fia mellett. Üttessétek el onnan Iluskát! Hát ez nem ér... Jó, tudja mit? Hagyjuk meghalni, én itt hagyom a gecibe, elég amúgy jó, is rossz gyerek le, volt. Menjen le a létrába most. Gyerek volt mindig. Huba. Jó, menjen le. Huba! Leengedsz, bazd meg, hogy lerugdossalak! A kurva anya! Szépen megfogjuk és leveszünk ide. De mi a fasznot megyedek fel? Hát nem is... Leesett a tecsó! Leesett a kézről! Leesett! Anyós! Anyós is leesett! De nem lehet lefele jönni, nem tudod, hogy meghalt a gyerek! Leesett a tecsó!
Anyu! Anyu! Ezt elkezdtem el! Anyu! Ez a buzi daru ide többet nem jöhet senki! Ezt megtiltom! Anyu! Mindenki ez a pumcik! Jó, megkérem magukat, hogy kár, menjenek már a létre attól, jó? Tehát fejezzék már ezt be! Úristen! Jézusom, ez borzat! Gyere, 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 légy szíves, most azonnal! Menjünk a kocsmába, nem bírom! Már ne legyen van ebből mindenki lepottyok innen? Hát a kölköt izé fölment mindegyik, hoppá. De a rák ugye meg ezt a szart, vigyük tárcafogásba innen el? Persze, húzzuk innen a nagyik anyusomat. Hát bazd meg te! Hallod? Acsút követ kapok, bazd meg! Meg vártad? Szegények, annyira sajnálom! Nagyon sajnálom, hogy tényleg. Na, tárcafogásba, akkor megfogom, leúzom. Ezt köszönöm, hogy nem. Teljesen rossz. Jó, akkor visszamegyek, most megint lemegyek, most teszek egy kört. Szépen lehelyezem. Jó, az az. Jó, legyük ide. Akkor anyósomat hagyni. Teszek rá, igen, és akkor évig. Gyönyörű, gyönyörű. Rá, innen kiveszük a táskából a kis infúziót. Úgy, nézd, hogy tartom szépen a kezembe, amíg szépen csapkodél. Akkor hagytam egy nyakvérésre, kisebb erősségű fájdalomcsillapítás. Hát, elkezdtem az intubálást követően, amikor a szájával lehúzom, ahogy is van. Jó maszkot is ráhelyezem, szemüveget ide félreteszem. Mindjárt megnézzük a nagyival is. Kezd bekötök egy bronult, lefertőtetek. A kisfiút mindenképp kórház. Hát őt is bevisszük, de hát nem tudjuk, mert kevesen vagyunk. Infúziót, ahogyni. Jó. Ezek nem normálisok. Oké, okay. Szépen akkor megkezdem a mellkasi kompressziót. Viszont Blanka, nekünk kéne segítség, két beteget fogunk beszállítani. Menjetek vissza a mentőautóval, én meg visszasétálok. Vagy nem tudom, nehogy is, szerintem mindjárt jön Blanka. Várjál, jó? Várjál kicsit. Kutyám meg. Segíts nekem! Nem jó, hárman jöttünk ki basszus, erre az anyusom fölment az a kibaszott létár, az is leesett. Mikor ordibálok, hogy ne. Mennyi meg jó, rendben, megoldjuk. Szóval jó, hozzad a izét, a két befújást, a IKG-t adja körre. Kis levegőt kapunk rendesen? Nem értele semmit. Jó, rendben. A mokarbonátot karbonátot ide teszem az orrral, kicsit megirítáljuk majd a légutakat, repinesemet nem adok most neki. Jó, én közben jó, szépen akkor az IKG-ket fölhelyeztem, jó, faszom. Megkezdem szépen akkor a defibrillátor feltöltését, 200-al feltöltem. Jó, 250-re feltöltöttem. Jó, megtöltöm 300-ra. Az anyja mindenit. Be is villogott itt az EKG. Jó, rendben, akkor a kiskatonát ide fektessük szépen föl. Az az, ez már szerepem. Na, és akkor jó, anyusomat itt stabilban áthajtom a hátára. Óvatosan. Hol látom, reagál a lába. Mozgassa. Jó, Istenem. Kész csók. Mi történt? Hát megmondom az őszintét, leesett a létrára. Jaj, nem hiszem, mert pedig olyan legcsúsztam szerintem, biztosan. Hát most nem rosszban mondom ebből az év flipfomba. Nyugodj meg! Ez a legjobb cipőm. Óvatosan, maradjon fekve, jó? Jaj! Becsúsztatok maga alá és egy pokrócot. Hú, de fej a lábam. Jó? Megcsekizem a talpát itt a tollamba, ezt érzi? Anyusom. Igen. Igen, kicsikét, de érzem, igen. Megbögdösöm itt a kezét is, másikat is, ezt is érzi? Igen, csak fáj. Jó, oké. Oké. Anya! Jó, akkor átvizsgálom a gerincét és a nyakát. Legyen kedves, nincs a bármi jellegű aberráció. Szédülök is, mint az állat. Persze, anya! Nyilván egyébként. Hát ilyet. Jó. Jó, 0-tól 7-ig nyakán nem találtam semmilyen süllyedés, puposodás, elmozdulást, végighúzom a kezemet a gerincén is, 33-ig. 28-asnál van egy csípődés, ez lehet, hogy régebbi, akár most is. Zúzódásokat azt látom. Jó, fejfájás, hányinger, szívülés, kettős látás, már melyikét esetleg itt, ugye mondta a fejfájás, ilyesmit. Ezen kívül. Agyusom. Legyen. Szétül, kettőt lát, hány ingere van esetleg, és sem fáj a feje? Hát csak hány ingere van, az ingere, igen, elég, nem tudom mekkorát esetem, már az utolsó létrán voltam, azt tudom.
Tehát az első kettőn sikerült lebicegnem magamat, de hát nagyon sajnálom, hogy problémát okoztunk maguktól. Hidd, mi nem ilyen család vagyunk, nem vagyunk ilyenek, csak már sok minden történt. Csak a mai nap fölmel már másodszor visszük be a gyereket a kórházba. Hát igen, de hogy én próbálok rá vigyázni, de én már nagyon öreg vagyok. Akkor nem vigyázz rá eléggé jól. Hát de nem az én gyerekem. Na, viszont vigyük. Hát de nem az én gyerekem. Tobi. Az időske gyereke? Vigyük, visszük, vigyük, mennyi szakítsa, hordádra kölcsúszhatom. Úgy, né, jó. Azt mondja, nem vigyázok rá reggel, én adtam neki reggeli, ebédet. Vacsorát is akartam, csak felmászott a darura. Jó, ide beültettem, ide szépen becsúsztottam, szét a hordágyat akarom mondani. Jó. Na, te meg ülj basztan én be Medivel, mert te jobban értesz ezeket. Megyük, utánuk. Hát jól elintézted, fiam. Próbáld velük magatokat vissza, vagy magad visszahozatni. Küldjük. Ja, Istenem, de fáj a lábam. Meg lesz, mamika, meg lesz. Hát én ezt olyan nem rossz helyen is vagyunk. Hát igen, ez a daru, ez nem tudom, mert hogy jutott el ez a gyereknek? Ébren vagy, Barnikám? Lehet, hogy picit elaludt. Próbálja meg, ha esetleg úgy van, akkor picit keltegetni, mert nem nagyon szabadna, hogy elaludjon, jó? Jó, rendben, Barnikám. Megyünk vissza, címlés maradni. Barnikám, kell éppen a gyalom. Drága szágom, miért már szállad alulra, drágám? Uh-huh. Barnikám. Jaj, csak hihetetlen. Barni. Lehet, hogy kiütött a gyógyszert. Novi, egy EKG-t kössél legalább, hogy lássuk, hogy a légzését figyeljük. Rajta van, azóta sem vettem. Jó, rendben, akkor nézd már rá, hogy jól szugerál-e. Kicsit alatt vagy a pulzus, de meg volt. Sietünk. Amikor nem kapott az éjtetőnek tömletőt. Meg a nagy is. Ébredezik, jól van, szuper. Barnikám! Barnikám! Itt a mama is, Barni. Itt a mama is. Jaj, jó, drágám, mert miért mertál a darúra, drágám, hát lehettem még én is. Vicces volt. Nem volt vicces, rajtul nem volt vicces, hogy a nagy sárga dolgom vagy a ház előtt. Hát azt sem tudtam, hogy itt vannak darúk. Azt hittem, hogy valami sárga játszóház. De nem az, az egy darú. De mi az oda? Hát az, amitől lesz. Ilyen! Ó, bocsánat! Na most már biztos, hogy eltört a lábam. Még úgy lefixáltam az ágyakat, baszki. Nem láttam az egyik szememre. Nem látsz az egyik? Melyik szemed látsz? Balra? Jó, megnézzük majd azt is, jó? Nincs semmi gond, megoldjuk. Istenem, Barnikám, soha többet te csináljál ilyet. Soha többé ilyet, nem játszhatsz a darúval, az nem játék. Van játék, az ott van fönn, az északi fele. Mindenki úgy viselkedett, mint egy állat miattad. Mint egy állat. Mindenki olyan idegbe jött. Hát hihetetlen, soha többet nem szabad ilyet. Megértetted? Igen. Mi van? Hol egy oszlopba, hol egy árok? Mindenki, nem, semmi, semminek nem megyek neki. Mindig. Adjuk, szerintem neked tápláznak a szemeire, még ott vannak. Mindjárt te is mész a szemészetre. Már lehet az idegtől, van-e? A pattokat. Ideg, a nyakadba, vagy mi? Már pattok kifelé. Ne! Fú, mindjárt rászkódást kapok. Mi ez a fény? Mi ez a szar? Bocsánat, csak közben valamiért a kocsi nem akart lezáródni. Lehet beszart a kapcsoló. Jaj! Nagyon fáj a lábam.
Szépen tessen tolni engem. Szépen tolom nyugi. Olyan izé, rosszor ennek a kereke. Na most is megakadtunk. Na? Hát, mert ezek már azért öreg gépek, tudjuk. Tűn basszus, olyan basszus, mint amikor... Először a kisfiú, megy Novi. Nem is tudom, mit jó, amikor... rendben, akkor itt egy kicsit kis pihenő. Órákig kis pohár vizet víz hozzak esetleg. Kétod a szemedet, de abban jó kis klóros kecibe. Nagyon rossz basszak. Mi a faszom ez? Jaj, mi itt szépen jó. Ide leparkolunk, vizet kér esetleg? Igen, legyen kedves, mert semmi nincs. Már állam. Is hozok valami. Az igen. Ez csak itt egy kis finom meleg tea. Jó, elmegyek túlsabb öngembe. Nagyon köszönöm! Nagyon köszönöm! Ugyan nincs mit. Ennivalója is van esetleg, tudom már nagyon kellemetlen érzem magamat, de tényleg semmit, semmire nem készültem föl, máma. Zsivány az öreg lány. Ó, de hát milyen különleges. Na, tessék, ezzel szerintem el lesz egy picit. Óvatosan lehet enni, ó, ilyesmi. Ó, csodálatos. Na, ó, nagyon köszönöm. Ilyen csodálatos ugyan, dolgot ugyan. Mi nem is ettem itt, mi csak kenyeret eszünk meg vizet. Igen, a kocsit vesznek olyan. A fiúk a pénzünkből. Igen, be se kötötték még az internetet nálunk, de még a tévét se vették meg, amit megígértük a gyereknek. Hihetetlen. Ja, igen, az, pedig gyereknek... amúgy a gyereknek kéne, imádják a tévét. Nem mint csak ez az, hogy a gyerek kérdezte hol a tévéje, azt aztán... Hát volt egy kicsit a poté, azt a gyerek mondta, bujocskázunk, mondta, bujocskázunk. Azt erre fölmondta Darura. Hát hihetetlen. Úgy elbújt, hogy ez mindenki őt kereste. Aztán hát kiderült, hogy a darú van, hát el tud ilyet képzelni? Hát ilyen nincs, hát, ilyen nincs. Pedig ott van a játszó, de elmehetnének egyszer, biztos. Nem tudtuk, hogy miért, csak egy hete költöztünk ide Nyírszent Girisz társról, aztán a fogalmunk jó. Nincsen róla még, hogy mi hogyan van, csak a termőföldeket találtuk meg eddig, mert ugye vállalkozók vagyunk, tehát termőföldezünk, mi kertészek vagyunk. Igen. Szépen igen? Gurulunk ide befele, jó? Jó. Na, közben akkor itt segítek levenni arról a szép kis ékszereket, ruhákat, ilyeneket. Ele is kapjuk innen a kis kép alól, kis doboz. Biztos, ami biztos, hogy szemüveget, meg még a fülbevalót is, gyűrűt, esetleg inkhavar, mert azért csoda dolgokat szoktak ám itt fölvenni az emberek. Úgy, né, és akkor mindjárt segítek fölmenni, ide szépen, hogy úgy, Nina, 1, 2, 3, úgy, szépen hátra fektetem a hölgyet. Hátra. Aha, az nem működik akkor. Nem. Tesse jó, akkor nem tudom, fogalmam sincs. Jó. Anya, hol van anya? Úgyni? Hallom a gyerekemet. Az semmi gond, vékonyak a falak, hozottam is szépen itt az ólomköpeny. Mi ez az szépen ember? Fogjuk, fel is rakjuk, és akkor ott lesz egy kis pánikgop, ha megijedne valamitől, vagy akármi, nyugodtan nyomkodja ordiba, de itt leszek a szomszéd szobába, rendben, jó? Rendben, úgy lesz. Jó. Na, hölgyem, hall engem? Igen. Szuper, na indítom szépen a masinát. Jó. Ne mozduljon. Jó. Na most jól megvizsgálnak engem. Csak a seggembe ne nyúljanak bele, azt nem bírom. Amúgy mindent lehet. Mi? Lövünk egy szép fotócskát. De legalább mosolyoghatok közben, vagy? Á, az nem fog látszani. Ja, értem. Pedig majd betettem a fogsoromat direkt.
szuper. Elnézést kérdezhetek, a gyerek, hogy hogyan van a gyerek? Őt épp a másik doktor úr nézi, úgyhogy arra nem tudok rá kérdezni, s a többi. Ja, értem. Szia, Reina, tudnál jönni ide hátra a röntgen fele? Segíti nekem egy picit. Tehát szerének szólni a családomnak, hogy itt vagyok és jó vagyok, meg itt a gyerek van, is. Itt van, keresi könyv, nyugi, nyugi. Láttam épp a fiát itt kóboroltátul. Szóval már keresik, itt vannak, itt a család. Rendben, köszönöm, köszönöm. Szia, Sanyika Gaming, köszi követést. Itt vagyok, bocsánat. Itt van már Reina. Figyelj, itt a hölgynek készítettünk egy szép kis felvételt, már dobom a tabletedre, jó? Oké. Aztán már is mondom, hogy mi történt. Szóval, hölgyünk felmászott a darura, ezért egy idősebb hölgyről beszélünk, felmászott egy daru tetejére, és onnan le is esett. Melyikkor, milyen magasra? Hát, elnézést, ezt most elnézést, körbe szólhatok? Igen, persze, ordítson! Igen, azt akarom mondani, hogy én csak egy létrányi testem, mert én biztos, hogy ebben egy kettőn már lejöttem. Tehát megcsúszott a papucsom. A gyerek után mentem, a magor után, mert ott meg öngyilkos akart lönni. Jó, rendben. Én amúgy azt látom és azt tapasztaltam, hogy a kisfiúnál, mert közben az unoka is leesett, nála volt egy csigolya elmozdulás, azt Novi intézte. Én a hölgynél azt látom, hogy a térdeivel alapból van gond, viszont múltkor is már volt vele probléma, mert ki volt menve a bokája, nem akart akkor kórházba jönni, viszont itt a gerincénél látok egy kisebb csigolya elmozdulás, a nyaka viszont rendben van, a kezei is, lábai is, szóval viszonylag stabil. Meg kis életkedves a hölgy, szóval. Ki volt? Hölgyem, kérem, bocsánat. Menjen ki. Egy kis gond van, bocsánat. Tudnának jönni? Mi a gond? Itt a kollégája fiamat ellátta, aztán igen. Most azt mondta, hogy lefekszik aludni, de nem válaszol. Nem reagált? Nem. Reina, intézed akkor, mert akkor... Vagy az öreg hölgyet, én meg akkor nézem a kis... Hű, mi van itt? Mi a fasz van itt? Hú, beindultak a dolgok. Már irányítani se tudom az eseményeket. Milyen magasra lesett le, hölgyem? Egy órája nem tudom, mi történik. Tessék, elnézést, bocsánat, tessék. Milyen magasra lesett le, kávé? Hát én, itt 5 méter. 4-5 méter lehetett, nem tudom, nem tudok számolni annyira jól. De egy van itt egy csikolya elmozdulás. Azért sercegek. Lehetséges. Olyan, mint amikor Tódor leveszi magáról az egyetlen zoknit, az is serceg, úgy serceg a nyakam. Jó. Férjecském, itt van a kis krumplitkám? Itt is vagyok, mindenki, az egész család kim várja már. Hála Istennek, Tódor jól van, a krumplicskám, kis szerelmem. Jó, a kisfiú nagyon jól van, már nem kim van. Nem ő a Barnabás. Mosolyog is. Ja? A Tódor a csigolyát, jó? A Tódorra vagyok kíváncsi, férjemre, mert eltűnt, azt nem találkoztam vele már, mióta leestem. A gondok esetem miatt, azt nem tudom, sajnos. Ó. Kik vannak kinn akkor? Na. Közben itt van amúgy a hordágy, én meg hozom a cuccait közben, és akkor toljuk. Én segítek közben neked emelni. Okay. Egy, kettő, három, úgy, né? Ide lerakom és a bordágyra a kis elvisszük doboszkát. Az kettesbe. Amelyik szabad. Hol a családom? Kocsiba várják már. Na tudják már nekem? Még egyszer bemondja, hogy ő. Megfogtok. Reina épp velem fog műteni az idős hölgynek a csigolya elmozdulását. Kettes műtő nem lesz szabad. Jaj, az Isten itt! Meg akart a kocsi! Igen, hozzuk!
Na, így, nézd szépen, húzom, és itt csak olyan elmozdulás, nem kell megműteni. Ja, nem kell? Nem, nem. Jó, akkor szuper. Majd segítek civil, mert nem kell műteni a csigolya elmozdulást. Na, hát akkor 1, 2, 3, ó! Igen, igen. Ilyen fiatalon, ilyen mozgásokat, hihetetlen. Na, próbáljuk meg akkor így szépen. Elfekszünk, úgy, né? Szépen hasra. Micsodára? Hát, hasra. Miért nem jó? Téper el, hasra. Té. Kicsit megpróbáljuk itt visszanyomkodni a helyére. De mi? Hát nekem nagyon nem megy ez a hasra fekvés. Nem baj, ha oldalt fökszek. Innen lentről könnyebb. Oldalt is jó, persze. Persze, csak a hátra doktor fektetem, ne férjen hozzá. Stabil oldalban vagyok, köszönöm. Jó. Ez stabil. Ezt tudom nyújtani. Én is stabil. Szép estét, okay. Szia Márkiz! Nézem közben. Aha. Jó. Egy kicsit hátrébb kell nyomni. És balra. Nem szabad megsérteni itt a gerinc. Jó. Oké. Okay. Szerencsére a baleset miatt, az esés miatt nem történt komolyabb sérülés. Ugye ilyenkor a legdurvább az a combnyaktörés, egy csípőficam, de szerencsére az ilyenek nincsenek. Nem kéne elaltatni, legalább hogy ne beszéljek? Mert most nem. Mikor ideges vagyok, beszélni szoktam. Nyugodtan beszélgessen velem. Uh-huh. Betégetitek magával? Nyugodtan beszélgessen, eddig maga akkor legyen az nyomkodom itt a gumicukrot. A gumicukrot. Én nem ehetek, mert kiesik tőle a fogam. Igen, olyan régen ettem már gumicukrot. Pedig amúgy annyira finom, és néha én is megkívánom, enném a jó kis gumimacit. Melyik volt a kedvence? A maci. A macika, az jutott eszembe. Igen, a macika. De melyik színű? A vörös. Vörös? Egyetem. Nekem amúgy a zöld, meg a fehér. Az volt a nagy favorit. Igen, mert a fehér, az kicsit ilyen keményebb. Igen? Mhm. Nem tudom, a családom az itt van, kint tényleg, vagy nem láttam őket is, és én... Kint vannak. Legalább a férjem nem jött idebe, hogy beszélgessek vele, mert én ne haragudjon meg, a nagyon kedves, de mégiscsak nem tudok megnyugodni. De nagyon ideges vagyok. Hogy hívják a férjét? Tódor. Tódor, mindjárt rákeresek akkor Reina. Ja, no. Istenem, csak a krumpliskámat hozzák már ide. Annyira sajnálom, körülményes vagyok nagyon. Az a helyzet, hogy én ugye, hát igen, most nagyon pánikban vagyok, én nekem nem volt eddig semmi bajom, soha. Mhm. Nem lesz semmi baj, mindjárt a helyére fog ugrani, már félig igen, ott van. Igen, nagyon fáj. Igen. Utána adni fogok egy injekciót, és akkor nem fog fájni. De miért utána tetszik adni injekciót? Azért, mert most egy gyulladás sökkentőt borzasztó. Kell adnom. Tényleg, de most egy fájdalom csillapítod, de én könyörgök, érte? Nem tudok. A fél karomat odadom, kapjam már oda azt a fájdalom csillapítót, legyen kedves. Adok, de nem fog használni. Na, nem fog használni? Kedves hölgyem. Köszi. A férje hazavitte amúgy a kisfiút. Igen. A kis unokát. Igen. És majd biztos visszajönnek. Ja, majd amikor visszaöltöztetjük ön szépen, akkor majd föl lehet őket hívni, és akkor azonnal meg is jelennek. Kb. Egy perce mehetnek el. Kb. Ja. Akkor. Jó, van, mert mi nagyon messze vagyunk, lakunk a várostól, van egy farmunk, és ott lakunk. Jó. Igen? Hát én beszúrtam, de ugye a lidokain olyan mélyen nem fog annyira hatni, így is fogja érezni. Most fogom a helyére pattintani, ez picit fájni fog, jó? Utána már nem fog fájni semmi. Jó. Háromra, jó? Itt a kezem nyugodtan szorítsa, fogja. Oké. Egy. Jó. 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 Istenem! Na látj, megy ez. Nem fájt, ugye? De. Igen. Most mi hazudjak, hogy nem, mikor, igen, mi tetszik tőlem ilyeneket kérdez, de majd össze szarom magamat. Na, most már nem az a jó, csak otthon tudok szarni, mert összeszartam volna magamat, esküszöm. Na.
Ja, Istenem. Ne haragudjanak már, nem vagyok én ilyen mindig, nem vagyok én ilyen, csak... Persze, csak hát nagy az izgalom, nagy meg az izgalom. Meg hát a gyerek is, meg nem találkoztam vele, mióta leesett. Ja. Rendben van, Novi ja. Szépen, Novák doktor ellátta. Jaj. Bocsánat, elnézést. Ez mi a... Jó. Jaj, mert ide nem tetszik állni, kedves, hogy... Tényleg ide rá. Jaj, de... Ez is valami új feltöltlenítő? Vagy mi van? Nem, bocsánat, csak hát kicsúszott érti, hát most jobb kintben tudja. Tényleg nekem tetszik ezt mondani, mikor beredezel, úgy szorítom a seggemet, hogy ne tudjon még egy megybak se belemenni. Úgy szorítom a seggem. Igen? Nyugodtan felülhet, jó? Visszaraktam a csigolyát. Adtam egy inek. Most egy ösztüljek föl? Így van. Csak úgy üljek föl? Jó, rendben. Egy, kettő, egy. Három. Jó, hát pillanat, hogy próbálok fókuszálni, zsibbad mindenem. Aha. Öt, kettő. Segítünk, fogjuk. Három. Jézus, leszálltok ide? Így van. Mindegy, már magamtól is leszálltam. Na jól van. Jaj. Itt vannak amúgy a ruhái, leszedem akkor a megnézd egyről, és akkor milyen? Segítünk szépen felöltözni. Tessenek van, segíteni felöltözni, csak annyi jó, problémám rendben. Van, hogy a... Tessem már, hát nem is tudom. Én bugyi nélkül nem érzem jó magad. Tessem már felsegíteni rám a bugyimat is. Felsegítem a bugyit is. De ne tessék meg fogni középen. Csak annyit kérek, hogy középen ne tessék, és tessék becsukni a szemét közben. Jó rendben, csukva van a szemem, egy bugyit érzek. Bugyit fogok, ugye? Igen. Jó rendben, akkor egyik lábikóval lépjünk bele, meg a másikkal is. Jó, megvan? Igen. Úgy, né! Szóljon, ha fel van elvantakarva. Úgy. Fölbevonulom, hogy teszik kis látni. Papucska. A pólóját most már láttam. Nagyon szép hambis. Egyéb turkálóból van. Igen, és akkor a szemüvegét is visszavehetjük, meg a kis papucskát, ékszereket. Mely jobban látom? Jöjj te papucsom! Esetlegesen egyéb kicsit fájdalma van, nem még? Nincsen, most már tényleg jól vagyok, csak annyit zsibbadok mindenhol, ja. Meg hát fáradt vagyok. Figyeljen a hátára, én adok egy ilyen kis, hát egy ilyen jeges pakkot, és az anya, hogyha van hűtőjük, akkor oda tegye majd be, hogyha kiolvad, és ezzel itt szépen borogassa a hátát, meg ilyenek. És ebbe... akkor szépen még fölérnék önnek. Mit? Már is fölírok önnek egy kisebb fájdalomcsillapítót, ez nem olyan durva, meg semmi extra vagáns, nem fog tőle elaludni semmi ilyesmi, viszont ne így gyomorra vegyük be, jó? Hát jó. A napi, ha úgy érzi, hogy fáj többször, akkor maximum napi 3-at szépen bevehet, ezen kívül pedig mondjuk legyen még egy ilyen szép kis masszírozós, jó kis hűsítő zselés krém, és akkor ezt ki tudja váltani, át is adom akkor önnek, meg itt letakarítom itt ezt a nadrágot, mit szól hozzá, mert itt azért nehogyan már itt problémák legyenek ebből, azért csinosan menjünk a családhoz. Hát igen, fontos lenne. Na, hát akkor meg is lennénk. Jól van, akkor esetleg akkor fáradjon velem, és akkor mehetünk is, én, jó? Én magával fáradok, merekül menni. Jó, rendben, erre vezettem, jó? Ja, Istenem. Én most kísérem ki az idős hölgyet, utána pedig tudok menni az esetre. Karennak hívnak. Karen? Kujás Karen. Köszönöm nagyon, szépen. Nagyon szép neve van, atya világ. Lesz kislányom, így fogom elnevezni. Karenna. Hozzá. Krakennak csúfoltak a iskolába. Ja, hát nem szabad velük foglalkozni. Az a baj, hogy itt kim még nincsenek. Van esetleg telefonja? Igen, van. Mit kell csinálnom? Átívja föl őket, hogy jöjjenek önnek. Meg addig ide szépen csücsenjünk le, jó? És akkor itt magára is hagynám, jó? Rendben, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Majd visszajövök ide, prekkel, meg ilyenek. Viszontlátás. Ó, baszki, is oda nap. Na, hubba. Ja, anya! Terbus, fiam! Már műtöttek! Megyünk, érted? Mindjárt ott vagyunk, jó? Jó! Csak mindenki itt van a platón, meg minden, azt összeszedtem a családot, apu alszik már viszont. Ja, ezt gondolom, hogy elfáradt szegény. Jó van, majd akkor otthon.
Ma mindjárt találkozunk, mindjárt ott vagyunk, érted, jó? Jóban, rendben van. Be kell menni érte, vagy ki tudsz jönni? Ki jövök odáig. Jó, mindjárt akkor ott, oda megyünk, jó? Akkor hát előtt találkozunk. Jóban. Szia, anyu. Szia. Anyám. Hát ez ott volt a szerep. Hol van már a kis családom? Műtét után nagyon jó rágyújtani, az az igazság. Megjöttetek, jaj Istenem! Megjöttetek végre! Jaj Istenem, ne tudjátok meg milyen volt, csigolya műtétem volt, bazd meg! Azt így fölmásol a platóra! Igen, meggyógyítottak, de tudom, mit fogtatom, mit szar? Csomizlak, el tudnátok drogni? Drogni? De dobni. Vinni, tudod? Jaaa! Autóval. Mi vidékre megyünk! Merre mentek vidéknek? Elég, ha kidobtok valamerre. Hát mi itt, hát mi visszamegyünk a partnak és ott átfűzzük az erdőnek. Hogy mi? Mettére megyünk, oda akart Gyuri, te is? Hova akarsz menni, főnök? Itt a Bahama ingatlanok fele. Azt arra útba ejtjük. Ba, felülhettek hátra? Köszi, Márkő. Persze, zsak. Igen, ülj föl. Jó, hát szerintem ez tele van. De nem elém, mert a fertőző beteg vagy én engemet most műtöttek. Föl kell tudnod ülni, nem csak... Nem fertőző beteg, csak már nincs hely. Próbáld meg, de föl kell tudnod ülni. Neked. Elcsúszom neked. Meg Gatter. Segítse. Akkor beülök ide. Tege? Akkor viszont megtelt a busz. Az itt probléma. Itt hagyjuk a tegét, az se baj. Miért? Nem hagyjuk itt a tegét. Miért menjetek, szevasz! Menjetek! Sajnáljuk! Menjetek, addig majd bemegyünk a kaszimba. De nem, mert értek, ha elmenek! Elment a gyerek! Kurvázni az elviszem el! Fejezzétek be! Ne hagyjátok meg a családod! Fájatok vissza, azt menjünk, jó? Hát ezek elviszik a cábót a Mercedes-szel, láttad? Ez egyre rend a Mercedes-szel. Től viszont a pajom. Ez egy kalandos nap volt. Az volt. És még kalandosabb lesz, mert még menni kell, majd mit ki. Magot topára küldöm. Tódorod, apa alszik. Jaj, jó. Nagyon elfáradt a százabban, tapatjuk. De így zavarjuk. Tiszta rosszul volt. Barnikám, te hogy vagy? Jól vagyok. Tartozol egy bocsánat kéréssel, mindenkitől a tüttől. Jézusom! Úristen!
Belógott a faág! Neki is tartod meg bocsánat kéréssel. Nagyító, kérje bocsánatot, mert ő nagyon rosszul jár. Többiektől nem kell, de csak azért, mert megpofosztak. Ja, köszi szépen, én nem találtam semmi tanácsot, meg a Hubának. Hubának köszönt meg, mert elhozta anyát kisáját. Bocsi, nagy bocsi, Huba. Többiek meg... Fúj. Nem kell többiek sem. Üdös idióták. Minden nem eredett a kölköt. Már megint Tinder fújja. Látom. Itt látom. Mértékenység irolmai vannak a Diruskának. Szerintem ez ahhoz képes, hogy volt egy olyan fiúra. Figyelj, elő is feszett a telefon, fő is regisztrálok, én is. Mert dolgom volt, ahhoz képest elég rossz ahhoz szokó jelentét, nem? Keresek neki egy új apát. Neked minek regisztrálni? Te magad vagy a Tinder. Minden faszi rajtad van. Mi is kellettem az előtt? Fejezzétek be! Anyát terhelnétek itt a rohadt teszekedén. Hát igen. A gyerek itt hallgatja a csúnya beszédet. Anya, bennek betegebb lesz bakkos a begyengült szervezetével a műtétje után. Aztán végén a temetésére kell menni. De szóljál itt a isteneidnek. A vezetés közben nem tudok, de mind. Akkor majd hazaérjük akkor. Majd még megkapja anya a végül. Mondjad nekik, áldják meg anyát. Ez mi volt? A képzeld, olyan megállítottak a rendőrök, aztán még jobb kis baj, meg kéne állni! Mi? Mert? Mert nagyon nagy a baj! Mi a nagyon nagy a baj? Nagyon nagy a baj! Ütköztünk, nagyon nagyot és nagyon nem látok lófasz se! Mert mindenki szemminek, mire beszél? Az út közepén kell megállni. Hát nem jön belénk egy kibaszott tank. Én állj meg valahol, jó? Állj meg! Neki se mentünk szemminek, mire beszél? Istenem, ez a kibaszott család, bazd. Anya, neki se mentem szemminek, az a gyógyszer hatása még. A gyógyszer miatt fognak utarkombatni, bebek, hogy a takony menetet vág a fejeden. Induljunk hazafele, most már gyerünk. Gyerünk már, mire vártok? Most megy ki az érzéstelenítő, szóval nyugodj meg. Hát én ideges itt vagyok. Most megy ki az érzéstelenítő, aztán hát igaz, még jobban fog fájni, de majd lefekszel, lepihensz. Kitől visszahozunk egyre? Lejuss a cégre, aztán jobban leszel. Itt a kölyöknek kéne leülni a picsáját. Neked meg elásti magadat. Fogd be a még szájére. Egyszer elfutsz. Nem egy tóckust adok, hanem aládrugok. Már alábuk. Alád. Hazudjál még azon. Ehhez értesz, ugyanolyan tiszta anyád vagy. Ez egy 10 pontos. Nekem ez egy 10 pontos. Szép. Nagyon jó. Én kiestem, ők meg... Te vagy a hazug. Megoldották. Ügyesek. Te vagy a hazug. Meg anyád is. Nem fogy örülni, hogy van egy gyereked és egy asszonyod, eljött itt sír a szád, meg hát rem... a gyerekedet. Hát de milyen gyerek? Kétszer volt ma a kölök a kórházban, mert nem figyel rá az asszonyom. Hát ez kurva hát jó. Hát az apja figyel rá, törődik vele. Én azt intézem, hogy ne halljatok éhen. Ne betegedjetek már. Mit csinált az apja? Fölpufozta meg leszarta. Tudom, bazd meg a férfi úr keresi, bazd meg a pénzt, ott ezek meg itt bőgnek. Van itt rajtuk kívül, meg három férfi, ne idegelj már. De hol van ez a pia? Tudjátok, mit mond a halott bárna? Azt is fog be. Sziam, pia. Mi? Sziam, pia. Mi? Mi van? Sziam, pia. Hát nem értem én ezt. Te mi a faszomról beszélsz, Tege? Tege bácsi, mi van benne? Beteg, látszik, itt látszik. Hát ezt mondja, halott bárna. Biztos úgy van. Úristen. Jaj, de csak ne degradáld az én testvéremet. Milyen testvéred, Tege? A nagybátyját te fasz? Ő az én testvérem. Hát is az nem testvér. Nem! Na kicsállás, leparkolok. Gyere, kifiam, hol vagy? Szétverem a családot. Tökik a gyerek, megint fut át a bólón! Na jó, geci, most olyat alárul. Nem, bement a garázsba. Bement a garázsba.
Vágott, hogy a fiad összetörte az autómat? Vágott, hogy csertes a fiad, tényleg nem vetted ki, ki a részedet, ő egy gyerek! Nem tett semmiről! A morgóra vetett a... A fiad, a morgó! Jön egy autóval! Morgó! Vagy si... ne! Magor, mi... na, féljed be most már! Ne zavarj ezt! Merekedik az inuszt meg a magor! Merekedik az inuszta meg a magor! Hát ezt nem értem, mert nem bírom! Nem, én ott nem bírom. Nem, elegem van. Nem bírom. Ez a napi deficit. Elég! Te is kész basszájba, mindenkinek adok a kurvai. Álljatok le! Jó van, elég volt, egyetek savanyú uborkát, uborkázunk! Elég volt, egyetek savanyú uborkát, egyetek savanyú uborkát! Most gyorsan! Gyere fiam! Gyorsan! Ugyatok le! Akarodjatok le! Tessenetek beteg! Állj meg! Hát ez nem igaz! Én ezt nem bírom! Ez mi volt? Ez egyen rossz! Verik egymást! Ezt nem bírom el! Veri egymást, három tagú kicsalád, érted? Mi mikor bántottuk egymást? Soha, bajd meg, soha! Ezek meg akkor levezik! Sétültik egymást, én nem bírom! Most sírsz? Ne sírj! Ökölel, Verik a gyerek! Oh, és rábízza ennek az idiótának a kezére, aki megeteti itt 10 éve, berészes kegyértre. Hallod, fogva a sárban, megetetlek én. Nem tettek meg, te idióta! De jó, én ezt nem bírom tovább. Megyek ott, megyek. Most alvás van. Ennyi. Vége. Alvás! Alvás van! Alvás van! Mindenki takarodjon aludni, vegye fel a pizsabáját, azt alvás! De hol a gyere? Azt nem tudom, de ez mit is hallotta? A gyerekemet! Na csinálja, folytatódik! Az igen! Nem vagy szégyenlős! Jóban mentem aludni, jó éjszakát! Hát én is megyek, az itt biztos! A Barnikával alszok most, tanul a Barnika! Hát ez fönt alszik, nem? Hát én biztos megyek aludni! Megnézem én is! A rossz csontot! Nincs itt a szobájában! Hát ezt nem hiszem el! Most megint hol van? Nem tudom! Hallod, nem bírom. Én sem bírom már! Hol a gyerek? Nincs meg. Nincs a gyerek. Jó, hát akkor alvás, hát majd jön akkor. Na. Alvás van! Tessék! Alvás van! Jó, akkor bemegyek. Most! Jó! Hihetetlen. Apádat hívom, hogy merre van? Kim van a garázsba.
Jó, van, bárni kell, fürödjél le, most menj aludni. Okay. Haló? Hol vagy, fiam? Garázsba, hova kipróbálja a motor? Jó ég. Ja, jó van, mi mentünk aludni. Jó van, aludjad. Lefektetem a gyereket is. Fektesd le, engem lehet, hogy nem látok itt többet. Mert? Hát úgyhogy mert. Mert? Nem láttad, hogy mit műveltek ezek vele? Meg te is. Hát te mit műveltél? Bőd meg nem üppetsz meg egy nőt. Persze. Egyenrangúság az kell, de nem is, ne üssek vissza. Hát igen, ezen illene majd gondolkodnod. Minden túl. Ja, valószínűleg nektek is illene gondolkodni, hogy az elmúlt 2-3 napban kb. 20 ezeret kapartam ide. Mert egy kibaszott kószfészekbe jöttünk a kibaszott gilisztásról. Le is vettem. De most mi bejött meg gilisztásra? Anyánkkal beszélek. Szeretted a gilisztást levesz, most tényleg ezzel jössz? Persze, és ott volt mit tennünk, itt nincs mit tenni. Figyelj, nem hoz éhen a... pillanatot, egy elnézést. Barnabas, takarodjál be aludni, bassz meg! Na igen, most már itt vagyok. Takarodjál, aludni most már! Elég majd takoztál már ma, húzz aludni! Na. Figyeljél már, a gyerek bujocskázni akart. Elbújt, a darunos leesett. Ez nem az én hibám, érted? Hol volt akkor Iluska? Akkor Iluska telefonon beszélt vele. És végig mondta neki, hogy ne csináljon rosszat, de hát a gyerek... És előtte hol volt, mielőtt elment? Itthon volt. Miért nem figyelt rá? Én azt honnét tudjam. De az megoldás... Annak is kell a kölök, bazd meg, de... Melekedtek? Tényleg ez a megoldás? Erről majd nem, az a megoldás, hogy bejönnek utánam és adom vernünk. Családi kupak tanácsot fogunk tartani, és ezt hát mindegyiknek olyan pofont adok, mindjárt bemegyek. Elég nagy ilyen alvás van. Azt hiszem, elalszanak egy élet. Jó éjszakát! Hihetetlen. Ne! Iluska megint iszik. Aj, hagyjuk ezt rájuk, én alszok. Lefekszek át, jaj, nem az én helyem. Lefekszek most már, jó éjszakát! Jó ét! Jó ét! Agyvérzés! Aaa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 
Na, ott van bazd meg. Na jó. Ez szerintem már pont elég volt. Geci, hogy lehet így elfáradni valamibe. Geci. Hát, bazd meg. Kifáradtam. Nem tudom, anyan vagyunk. Menjetek el drága szerelmemhez. Kikészültem, jó? Elfáradtam. De nagyon jól éreztem magam, de végem van, végem van, végem van. Oké? Okay? Megyek, mert még, baszki, még fürdenem kell. Szombaton folyt köv. Sziasztok!